az nőnap. Na most megmutatom, hogy hogy megyek én. Március 8 nőnap, azt írta az az izé. Éreztem, hogy rapper leszek én. Ez egy kicsit belelóg az izé. Baj. Az nem baj, az belelóghat. 10-es kilométerre baleset. Vagy 10 kilométer. Hallott, mi hogyha ilyen brutál nagy dugó lesz Kecskemét felé? Hát... szopás. Pekes út, ott vagy a cseten? Aha. A kis Ford. Azért ezzel is meg lehet úgy küldeni, mint a Mazdát. De az Volkswagen. Melyik? De ebben Fordba ülsz. Milyen Volkswagen? Mondom, nem, az Apple-nek a Mazdájára gondoltam. Meg erre a Fordra, amiben ülsz most. Ja. Hát majd meg kell állnom, veszek matricát, autópálya matricát. Ez online is tudsz volna. De most ja, de most már streamelek, úgyhogy azzal már nem tudok. De ezért beírod, hogy... Éreztem, hogy rapper leszek én. Olyan jó idő van, hogy rövid ujjba leszek ma. Ezen gondolkodtam. Ez most egy ilyen nap. Valakinek, azt kéri valaki, hogy hozzam vissza az anyukáját. Honnan? Hát gondolom Kecskemétről. Nem tudod hangosabbra venni a zenét? De. Tudod már, mert töké. Megint ugyanonnan indultunk, mint múltkor. Igen, ja, aztán már direkt van. Várjál, te vonatta. Jó, hallod? Megvan. Akkor megvan, mi lesz. Mostantól, srácok, fix helyszíne lesz. Minden egyes livestreamet a Fogarasi Tesco-nál fogunk indítani. Én azt hiszem, ez direkt volt. Na, ez full véletlen volt. De most akkor ez már így lesz. Halszagú a kezem. Üdvözlöm Márton Kanadából. Én is üdvözöllek, Márton. A következő kereszteződésnél hajts jobbra, majd hajts balra, és menj 500 métert egyenesen. Köszönöm szépen, heringleves a... Majd fordulj balra. Bazd meg. Még lekésett egy kicsikét. Köszönöm szépen. Hallod, ilyen élő GPS-em lesz. Itt jó. Legyen egyszer egy olyan donét, hogy mondják, hogy merre menj. Ez kurva nagy ötlet. Legyen egy élő GPS donétbe. Ugyanolyan hangja van amúgy, mint a GPS-ba a donétnek. Én is idik a van GPS-ba donét. Nem, a GPS-nek a hangjának. Egy az egyben ugyanolyan hanggal olvassa fel a donéteket. Élő GPS. Ez lesz szombaton. De hallod, itt faroltunk ki egy automata Mercedes. Ez lesz szombaton. Most itt van egy Mackie, meg itt van egy KFC, de nem. Mi nem? Itt most nem. Majd lesz máshol is. Nem, ott volt a lehetőség, Tesco-ban voltunk, nem akartál lenni. Most kaját? Most ilyen fogsz halni. Kecsi? Mi? Nem, úgy közben lesz még. Majd lesz még McDonald's út közben. Csak ez most nem nagyon szar helyen volt. Szóval minden egyes streamet a Fogarasi Tesco-ban fogunk indítani, IRL streamet. Mármint a parkolóban. Igen. A parkolóban. Kicsit azért álmos vagyok. Főleg izé, amúgy süt rád a nap egész úton, akkor még jobban fáradt. Hallod? Lehet, hogy napszúrásom lesz? Nem feltétlen. Napszúrást fogok kapni, azt mondod? Nem feltétlen, de az izé jobban fáradt majd a vezetés. Hát ez brutális, hogy még mindig süt rám a nap. Hallod? 40 perc a süt rám folyamatosan a nap, de hogy... Jaj, szegényke, süt a napocska, brühi. Valahogy amúgy ez játszott le az én fejembe is, de én nem akartam kimondani. Szegény. Jaj, esik az eső. Júj, elázik a kicsi fejem. Mondjuk ez esetne az eső, most mostod le a kocsit. Igen, de szarul sikerül. Esetne rá 400 forintból ennyire ezt tudtam kiolni. Ezt lehetne speedrunolni 300-ra szerintem. 300-ra egy kicsit szebbre. Na mindegy. Amúgy jó volt szerintem, így elsőre. Első? Hát nem ez volt az első. Jó, de ezért kiszállt a bolygatásra. Mit kell nyomni, meg nem tudom. Miért egy számítógépen könnyököl Beke Mester úr? Már nem bírja ki, hogy ne Minecraftozzon útközben is. Muszáj volt hozni egy számítógépet, azt mondta, hogy kockul. Kockulni akar útközben. Itt gigantikus számítógép van a válla alatt, fölkapta bazd meg. Egy RTX 2008. Hozta magával. Ezzel bányásztam. Köszi szépen, ahogy. Most itt bányászik ott hátul. Bányász érmeket. Itt írják, hogy instant. Ez egy instant napszúrás lesz, hogyha így folytatjuk. Megkaptam a doktori javaslatot. A napkérdése, na most kit fog ma leköpni, Sallag? Még eddig nem jött hajléktalan a kocsihoz, szerencsére. Figyelj,
érdemes végigni ezt a live-ot, ugyanis a legvégére biztos ki fog. Robi, ezt a szállító autó, miért van egy gigantikus csávó, aki mosolyog ránk? Ő a Robi? Persze. A G Robi? Igen. Amúgy ez volt az első bolt, aki ezt kezdett szállítani. A Robi? Aha, Robiék. Ők kezdték el ezt a házhozszállítás dolgot. Gyerekek, van egy kicsi forgalom a Hungárián, jó? Nem javaslom. Kerüljük el. Megint nem vittük magunkat. Na, Bobby az, aki minket lepattint. Ez nem úgy van. Igen. Most már rájöttünk, hogy ez nem úgy van, hogy mi nem hívjuk el, hanem ő pattint le minket. Tényleg, ő tegnap meg lett. Igazi arca egy álszentség. Tüdüdüdüm. Túl Rudi meg volt megyénként. Majd lesz Túró Rudi boltonként. I'm still standing all this time. Nagyon unalmas vezetni, valaki akarja átvenni. De, van jogsi. Neked tényleg van jogsi? Vedd már át jogsi nélkül. De nincs egy jogsi. Csak egy kanyart. És simán átosan. Egy kanyart, menjél. A strádán vedd át. Jó. Egy kanyart a strádán. Azt hiszem. Váltásoknál kicsit. Ilyen lesz, de amúgy jó lesz. Na, de tényleg, ez a számítógép. Jó? Kipróbáltad már? Nem. Vagy nem volt rá idő? Hajnali 5 és dél között nem próbáltad ki? Hallod, rendőrök? Fúra beszartam. Mert dugóbál egy rendőr? Félelmetesnek tűnik. Attól a 40 gram kokaintól, ami a zsebünkbe lapul. 5 gram kokain? Tudod, melyik a kedvenc viccem? Amikor valakinek társaságban felhív társaságban az anyja, és valaki is belordít a hátulról. Cigizel! Hallod? Tedd le a füves cigit! Tedd le a füves cigit! Az nagyon vicces mindig. Nagyon vicces. Ez a legpoénosabb szórakozás. Az nagyon vicces. Na. Mögittam. Hallod? A sorsod borsodot hallgassuk meg még egyszer. Please. Biztos nem. Léci, tedd be a borsod, sorsod. Nem, de hallod? Na, nézzétek meg, dugóban állunk. Szép Renault rendszámlik. Sheep. Húha, most láttak egy random rendszámot. Jó, kilékelted. Hallod, de én leszorom, az enyémet is megláthatják, engem nem érdekel. Leesett a üres hellem. Amit amúgy oda szántam, csak nem fért el. Hallod, az mekkora lesz szombaton, a donétben mondják, hogy merre menjünk. Azt a kurva. Lehet, hogy csak körözni fogunk a Tesco parkoló körül. Jó, de ilyen, tudod, ilyen alapokat kell, hogy 100 méter múlva fordulj, jó? Igen. Az meg elmennétek Németországba. Azt a kurva! Az rengeteg donét lenne. Hallod, az engem is nagyon kiakasztod, random Magyarország live, és Németországban kötnénk ki. De izé kilométert nem mondhatnál a következőnél jobbra, következőnél balra, mert azt mondjuk, hogy akkor 2 kilométert hagy egyenesen, meg nem tudom, vagy 10-et, vagy 50-et. Mit tudom, hogy miről beszélünk. Hallod, a sorsod borsodot, tedd már be, létszik. Nem YouTube-ról nyomom. Tedd YouTube-ról. A sorsod borsod. Nincs interneten. Most Sebestyén Balázs van még ilyenkor? A reggeli műsorra eltart egészen délután 4-ig, nem hát tudom. Hát mi nemrég keltünk. Délbe. Az olyan, mint a... Jó, de én holnap korán kelek. Hát valaki dudáljon már rám. Mit jelent? Itt a csillagvizsgáló, bazd meg! Hú! Van szó? Itt a csillagvizsgáló. Csillagokat vizsgálnak? Ez nem azé, a Liget Club. Menjünk már, légy szíves, ne haragudjál már, na! Menjünk már, komolyan mondom, megint ma jönnek ki ezek a hülye vezetők, amikor én vezetek, na! Hé, hey, figyeljünk már oda jobban a Kresszre! Hé, 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 villamos, itt ne paráznál, hogy mellettem, ne bomoljunk! Menjünk már, jó, hogy meg titeket, időre megyek, na! Hé, hey, BMW-s, jó fej vagy! Köcsök. Oh! Nem ment a sor, de én mentem. Amúgy... Komolyan mondom, megint ma jönnek ki ezek a hülye vezetők, amikor én vagyok itt. Hát miért mindig akkor? Miért mindig akkor, amikor én is? Kicsit lenném, mit ott beke? A tiédet. Most ez kell, amit a... mehet. Kicsit Minecraftos. Mr. Klaus, a sorsod borsod. Hol az izé? Jó. Csütörtök. Hajnal 4:43. Ez ma reggel volt. Kutyulós. Többnyire kutyulós. Szomorú
info. Kiírja, hogy mennyivel. Beke Zsoltnak vegyetek egy könyvet, mielőtt hazaér. Hallod? Köszi. Én adtam volna neked egy könyvet, bazd meg. Köszi. Most tegnap óta van könyvem, 6 darab vagy 7. Kikölcsönözted? Aha, kölcsönöztem a Széchenyi könyvtárból. Tök jó, hogyha odaadtad volna. De nem volt. Most jött szóba először. Most már odaadnám. De most már mindegy. De most már nem lehet. Most már nem megyünk el hozzám. Legalább nem halok ki, mint az masszírok. Mekkora rimpár? Mekkora rimpár? Sorsért. Hátra vertek belőle repjeért. Beszélek németül, valamit meg nem értek. Hallod, dugó van. Annyit mondok. Pusta vérezni, bitte. Már nálam is opció van. Emigráció. Hallod? Emigráció. Az a planetárium egyébként jó utat Kecskemétre. Ja, az nem itt csillagvizsgáló. Az a planetárium? Az volt a planetárium? Azt a rohadt. Köszi szépen, Ádám, az 1000 forintot. Figyelj már, alud, ne csináljunk ilyen indokolatlan idegeskedést az utakon. Tehát, hogy beszólogatok másoknak, meg ilyenek. Tehát, hogy kiszólogatok, hogy mit csinálsz, hülye gyerek, hé! Te mazsola! Te mazsola! Tanulóvezető, hé! Itt pikapóta. Hülye gyerek! Itt a sarkon pikapó. Menjél már jó kurva anyádba, te hülye gyerek! Tekerek egy blantot. Tekerek egy blantot. Hallod, veszünk neked egy könyvet. Kaját vegyetek, mert éhes vagy. De attól nem tanulsz, ha eszel. Azzal nem tanulsz semmit, ha eszel. Könyv kell neked. Könyv kell neked. Könyv kell neked. Éhes. Smok, nekem a hokizás. Buzdítás. Olyan csík a szemem, ki se látok rajta. Rajta, leszakadt a pajta. Megmutatnám a farkat. Leszakadt a pajta, így ér véget. Rajta, leszakadt a pajta. Tegnap megmondtad, hogy valami furán ér véget, így. Technokolos kell. Haja? Na itt van, M5-ös Szeged Baja felé. Arra megyünk ma. De hát nem baja. Nem baja. Kinek a baja? Hallod, itt van valami kajázda? Persze, Telekom székház. Itt vagyunk a Telekomnál. Valaki írja itt már. Itt vagyunk a Népliget. A legközelebb kaja. Itt lesz majd egy Meki. Akkor go. Elindul a banda, salalalala, menjünk már a jó Isten, áldjon már meg titeket, komolyan mondom. Beke Zsolt sietne, haladjunk. Éhes a Beke Zsolt, ezt nem lehet tiszteletben tartani? Akkor go. Korog a pocója, húzzatok már innen. Vaffelén itettem csak. Jó megy. Sorsod, borsod. Na izé, most elkeresek a kimintjukra, mert annak le van csak az összes videója. Az geci jó szám, Jay. Azt szeressem. Mindenki köszönjön be, mondjuk, ahol lakik. Sziasztok, Kazinc Barcikáról üzenném a rokonaimnak, szeretem őket. Ti értitek, amikor valaki mondjuk bet... Tehát, hogy van az, amikor valaki üzenetet... Na bazzek, itt egy üzenet. Sziasztok, jó utat ide. Köszi szépen, Anna, köszi a támogatást. Tényleg 6 éves, aki mit jön. Igen. Is szóval, hogy az annak miért van, amikor valaki betelefonál a rádióba egy üzenettel, amit nem tudja, hogy mikor fognak beolvasni. Hogy és mit tudom én, hogy... biztos, hogy az, akinek üzeni, az Gábor... hallgatja. Igen. Nem. Gábor üzeni Annának, hogy szereti és legyen csodás napja Bajáról. Megyünk tovább, akkor jöhet most a The Business. Let's get down to business. És akkor felhívja Gábort Anna, hogy megkapta az üzenetet, jó fej vagy, köszi szépen, hello, Sebestén Balázs vagyok, nem is Anna, szia. Te nem akarsz ilyen üzeneteket beolvasni? De. Nem, majd hogyha hangos. Majd a hangos bajon. Tényleg, ez beolvas. Automatizáltuk a rádió műsorokat. Hallod? Kurva nagy dugó van Kecskó felé, Kecskemét felé. Megbasztam egy lovat. Tavaly nyáron. Miket hallgatsz? Én ezt nem is ismerem. Korgó gyomorról hallgatnálak, a teréhes. Közben próbálgatod? Ez ide jó, csikét. Ez így. Így magadra szereled, és kész is. Pocó life. Aha, pocak. Pocak lakó. Pocó life. Na, hogy van a kis pocak lakó? Növekszik a kis pocak lakó? Növekszik. Anyadik hónapban vagyunk, pocak lakó. Ötödik hónapban, pocak lakó. Fiú lesz, vagy lány a pocak lakó. Volt kód lesz. Megsimogathatom a kis pocak lakót. Fasz? Egy ilyen babaváró bulin vagyunk most jelenleg. Most megyünk fel, hogy a babaváró. Most megyünk, jaj, bazzek, pont piros lett a lámpa. Neki nem. Térkép.
Milyen volt a Tesco Extra Supermarket? Ha bementél. A kis pocaklakó! Annyira gyönyörű ez a kis pocaklakó erről az ultrahang képről. Írtó trió, ez melyik podcast vajon? Te érted? Ez, az, és péniszeket írtanak, most nézem. Hallod? Te érted, hogy a trió podcastnél van egy saját csatornája a Trió podcastnek, de most már a Manna FM-nek töltik föl az oldalára, a YouTube csatornájára a Trió podcasteket, miközben elindult a Creator TV, ahova szintén feltöltnek Trió podcasteket. A Mannára is feltöltik? Mert oda azt is. Azt hittem, hogy a Mannán leadják, mint nem, rádió műsor, és csak a... Manna FM-re töltik föl a YouTube-ra. Hát de van a Trió podcastnek saját csatornája, és most a Creator TV-t... És néztem én is, hogy az most nem aktívat. Az annyira szarul indult, ez nagyon szarul indul. Tehát ez, hogy itt is megpróbálják megvásárolni a megtekintéseket, és borzasztó. Borzasztóan elbaszták már megint. Mert alapból úgy kezdődik, hogy minden egyes negatív kommentet tiltogatnak a picsába. Ez sose jó jel. Kecskemétről üzenném, Holdkút Sallai. De most lesz ilyen tanító Kecskeméten. A Szökőkútnál. Holdkút Sallai. A Szökőkútnál találkozunk központban. Hallod, az melyik mém volt az a szökőkutas? Izé, a Zsanett. Tényleg a szökőkút. Amikor izé valami csávó elmondja, hogy 20 000-ért lakik valahol, meg ilyenek dolgok. Hallod, a Szürreltibe volt ilyen, amikor így mentünk autóba, azt road rage-eltem. Road rage? Na, úgy kellemes. Érted? Meki. Hawaii sunshine. Mit teszek, hogy az, hogy yeah. Erre lesz meki, nem? Jön a gépkocsi, the gépkocsi. Gépi kocsi. Veszek matricát, bazd meg. Meg kaját? Ez egy UMV, baszki. Akkor itt nem kaját kapunk. Hát kaparsz, de ugyanolyan szendvics lesz, itt nem kapsz kaját. Nem kapsz kaját. Itt én most matricát veszek, jó? Nézzek, ott állnak kint és cigizgetnek. Izé, várnak rád. Minden most betolatok. Por szívó. Ez nyitva van egyáltalán? A tárva nyitva van az ajtó. De ez nem tűnik úgy, hogy nyitva van. Hát ez el van hagyatva ez az UMV. Szerintem nyugodtan menj. Bemegyek. Figyelj, így fog bemenni. Nézzétek, majd a segéd figyeljétek. Segéd, csak a segéd nézzétek. És már nem is... Na mi van? Mit pityegünk? Pityegő. Pityegő. Lábfétisem van, eredeti játékok olcsón. Amúgy miért ülök bazd meg a Marci kajáján? Betette a seggem alá a tortilla giroszát. Aláragadta a giroszát. Igen, most a saját seggel lebetettem én. Mondjuk nincs itt a segge, de ott sétál. Mi a geci van? Ez a Google Maps. Megakadt a Steam amúgy? Nem akadt meg. 30 FPS, pörgünk tovább. Láthatjátok, ahogy a Marci éppen bevásárol az OMV-ben. Marci, ez egy rablás. Micsoda? Hajrá, Beke Zsót! Nem tudom. Vigyázzatok a volt és netpincér futárokra. Vigyázunk, Magiga. Vigyázni fogunk rájuk. Van. Ők is emberek. Hát igen, főleg, hogy a kökény is közéjük tartozik lassan. Nagy emberek. Sing it, Beke! Nem meritek elvinni a kocsit? Nem merjük, mert nincs jogosítványunk. Mondjuk nem jogosítványa, megy a kocsi való, igaz? Na, akkor beolvasom az üzeneteket. Tóth Márk. Nem mertek arrébb állni a kocsival. Itt van egy... Szia anya, puszi van. Puszi haza Gergely ugornyára. Van létezik ez a település, hogy Gergely ugornya? Én nem tudom. Olyan hitelesnek hangzik. Kecskemétet ismerem. Legjobb fej a Beke. Nagy de iga. Miért? Szia, séf bácsi. Ó, szia, Máté. Mikor tala a szökőkútnál? Zámbó Jimmy kérdezi Beke. Hogy micsoda? Mikor tala a szökőkútnál? Hát nem tudom, egy és fél óra követ. Az pont 5 óra lesz, ne idegesíts! 5 óra! Visszatértem! Találkozunk 5 óra szökőt! Úgy hangzik! Visszatértem! Dudajra! Nem sikerült visszatérni! Köbe 5 óra lesz! Megvettem, bazzek!
Megeszem a giroszt. Jó, mert kivettem már a seggem alatt volt. Hallod, már nagyon büdös. Hallod, most teszed meg a giroszt. De kifostam volna, ja. Mert tudod, én éhes vagyok, akkor eszek. Nem az van, hogy akkor a legszarabb gyors kaja. Ez hideg, nem akarok. Jaj, hideg a giroszt, nem eszem giroszt. Mit ajánlottok a Burger Kingban? Sokkal minőségibb, mint a spáros szendvicsek. Ezt nem mondtam, hogy minőségibb, csak hideg volt, mint a szar. Seggem megmelegítette, kérsz? Az én seggem volt. Ennyi halatot innen szedtem ki. Komolyan mondod? Igen. De azért papír volt rajta. Ne idegesíts már. De beraktadom ezek mellém. Az még sallai segges is. Nem csak hideg. Kiköltött. Kóstol meg, nagyon jó lett. Nem kérem. Megmikrózta a popóm. Ez amúgy nem rossz. Istenem. Figyelj, amúgy ezért... Rád tudod valamit tenni? A seggem alá fel. Hát de itt a szemetet sem, tudom, mit tudom. Csinálod vele? Ebben nem olvad sajt volt eredetileg. Szívesen. Rá is finktál? Nem, nem. Rászartál, nem, mi? Nem kellett ilyeneket. Reggel megoldottam minden ilyesmit. Ami dél volt. Én is szartam ma. Én is. Én is kaptam. Sikerült? Köszi. Szaró gang, szaró gang. Egyben volt a három. Akkor mi lesz a Virgin gang-e? Azt már... Azt elbuktuk. Mi elbuktuk, te vagy egyedül. De mondtam, hogy csatlakoztatok. De hogy tudunk utólag visszatekerjük az időt? Igen! Ezt Bobbyra van szükség. Alapból már akkor elbuktam, amikor anyám megszült, anyám, és egy picit hozzáért a mini péniszem. Ez nem így megy. Már elbuktam akkor. Nem lehetsz Gandalf, bazd meg! Nem akarok, köszönöm. Úgy lennék repülő Gandalf. Miért lennél egy mániákus öregember, gigantikus szakállal? Gandalf gang. Mert varázsló. De az én vagyok. Ez egy reakció videós, bazd meg. Varázsló. Nem veszünk, nem veszünk 200 sajtburgert a csöveseknek? Arra van szükség. Miután elviseljék, hogy leköp... Mi? Szegény barátom. Befogtam. Fura hobbiaid vannak. Én akarom varázsló. Tudod, valamit valamiért. Varázsló. Varázsló. De még itt a chatről van, aki csatlakozik hozzád. Kösz. Darázsló. Elsőnek Gandalfok leszünk, aztán eladjuk eBay-re. Hát, ebből jöttök? Persze. Nem kérek. Akkor jó volt. Jó beszélgettünk. Sziasztok. Inkább a vizet kicsit kérem. Kicsit leizélem. Ja, ez is itt. Akkor go. Köszi. Jó volt ez a segmelengető grossz. Ne viccelj. Finom volt. Mostantól csak a seggem alól tudsz enni. Amúgy tudod, vannak ezek a, ennek az edzős live-ok, meg ilyenek is, hogy szerepeltem benne. A húzódkozásnál olyan izmaim mozogtak meg, amikor nem léteztek eddig, és izomlázam van a húzódkozástól. Az egyet nem tudtam megcsinálni, azt azon, amikor is segítettetek, csináltam, hogy 10-et, szóval... De az a jó. Ja. Szóval én örülök neki, én biztos. Hát voltam. Akkor várjál, te most fejlődtél, bazd meg. Nem tudom, hogy mennyit. Menjél tovább, edzem. Fáj a kezem az iratkozzál be. Te is iratkozzál be a J-hez, aztán ott edzhetsz, bazd meg. Azt utána meg olyan kibaszod magadat. Ja, ezt elrakom mindenhoz. Úgy kibaszod magad, hogy még a Bekének is tudunk szerezni egy barátnőt. Na ne! A ketten úgy kibaszok magunkat, hogy a Bekének is tudunk bármit. Már ideje volna. Én adnám. Hé, basszátok már ki magatokat, légy szív. 5 percen te azt barátnőt akarsz, meg Gandalf akarsz. Ne legyünk már, most nézzetek már például a Bekére. Fújó csávó szerintem. Fújó csávó. Én két kezemet így összetenném, ha ilyen csávóm lenne, mint a Beke. Két kezemet. De Beke Gandalf akar lenni. Te ne akarjál Gandalf lenni, bazd meg! Felvált a barátok, akarnak Gandalfot akarni. Te kúrógép! Te egy kúrógép vagy, bazd meg! Mi lenne, ha a Bekét összehoznánk egy repülő Gandalfot? Hallod, nem csuktam be az ajtót. Nem is kell. Egy kúrógép akarjál lenni, Beke, egy kúrógép! Kivett az arcunk. Átfókuszált az izére, Bekére. Azért nem az éde. Hát megkapta az, megkapta. Biztonságosan vezet, aztán nyitva adja az ajtót. Hát de az teljesen biztonság, persze, be van kötve. Kinyitatnánk minden nap ajtót. Nyissuk ki az ajtókat, én azt mondom. Most abban mi van, hogy kinyitjuk? Ja, itt lesz valahol a Meki, nem? Jaj, még a Meki is van, bazd meg. Meki! Vagy Ikea? Nem. Nem biztos, hogy nem. Hallod a metróba? Ott a Meki felirat, bazd meg, 20 kilométerről látom. Ott lesz. Menjünk már el valóban repülővel, csak így random. Képzeld el, hogy így Feri egy repülőtér. A bezenételik, hogy menjünk, akkor megyünk. Londonbe. London. Én teljesen más értettem. London Bridge. Én is olyan lángos szerint. London Bridge. Az jó. Jön a London Bridge. Az melyik?
Hallod, ez kéne, hogy I'm an Englishman in New York. Oh, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Hát nyugi is nem kell. Ez kell. Azt a kurva. Ez Sting. London. Oh, I'm an alien. Még az nem úgy van. Jó, akkor ma kussolok. Dugó van, bazd meg a strádám. De és a Mekiben remélem nem lesz. Hát reméljük. Előbb a burgerben volt dugó. 25 kocsi állt sorban a drive részen. I'm an Englishman in New York. Oh. Az nem itt van. Metro, itt a metro, mi a fene? Egyszer el kéne menni a metróba megnézni, mik vannak. Né, menjünk, hát ott ilyen nagy krár. Bevásárolunk sok cuccot magunknak. Itt a Meki. Meki! Nem ja. Az, hogy magunknak háta van videót, de az ja. Is volt metróba. Hát úgy értem, hogy... De az is mondjuk, az mi is vagyunk. Az van. Is mi vagyunk. Te belegondolsz. Ja. Oh, I'm an alien. I'm a legal hát, alien. I'm a... Nem, többen lesz, csak kanyarodnak. Nem. Nagyon kevesen négy. Vannak, csak négyen. Négy. Ezt kivárjuk. De mit kell venni? Hát mit akarsz? Nem, mit akarsz? Mit akarsz? Kapcsolt ki a kamerád. Na! Mit akarsz? De én nem tudom, mik vannak. Hallod, nagyon gyorsan kell válaszod, mert instant mi jövünk. De nem áll. Hallod, most azonnal válaszadod kell. Most azonnal. Big Mac. Big most boss, azonnal! Big Shack! Big Shack! Akarok olyan bizbaszt! Mit az akarsz? Forró... Hát kérj almás pitét! Almás pitét! A forró bizbaszt akarod? És forró Big Mac? Forró almás meg Big Mac! Jó! Menü! Big Mac! Nem tudom, az finom! Big Mac menü! Mi a jó? A Big Mac az jó? Jó van, hol van a mikrofonja? Ez egy bokor. Rendelés, ott az egyes. Ez egy bokor volt. Csak nézheted a bokrot. Én neked kérem. Senki nem kér már, csak te. Nagyon izgulok most. Tisztára be vagyok parázva. Ne menj ennyire előre. Üdvözlöm, hallgatom a rendelését. Üdvözlöm. Én szeretnék kérni egy Big Mac menüt. Egy darab Big Mac menü. 5 deszis kólával, nagyobb burgonyával. Legyen mindenből a legnagyobb. Rendben, kólával? Igen, kólával. És szeretnék kérni egy almás pitét forrón. Rendben. És ezen kívül még egy... van 12-es ilyen McNuggets? 9-es van, vagy 20-as. 20-as? Hú-hú! Legyen 20-as. Jó. 4 darab választatok szót jár mellé. 4. Ketchup, mayonnaise, barbecue vagy fokhagyma legyen. Mind a 4-ből egy. Rendben, mind a 4-ből egy. És akkor ez így ennyi lesz, köszönöm. Tessék, ne haragudj. Akkor ez így ennyi lesz, köszönöm szépen. Rendben, akkor volt a 20-as nuggets, a 4 szósszal, a Big Mac menü kólával és az almás pite megfelel. Tökéletes, ez 3840 tökéletes. 3840 forint, könnyen utáni legelső ablaknál. Köszönöm szépen, köszönöm. Viszontlátásra. Mi az a nuggets? Tökéletes. Nuggets. Hallod, vesz egy ilyen 20-as nuggetset, elcsipegetünk hát az egész napig. I'm an alien. Elcsipegetjük. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Melyik ablak? Elfejtettem. Hát ez itt. Hát ahol kinézek. Hello! Jövök. A 20-as nuggetes Big Mac-es rendelés a tiéd. Az a miénk, igen. 3840. Kártyával szeretnék fizetni. Itt van, megváltozott a hangot, minden kapunál más a hangot. Következő néha akcentusom is lesz. Jó. An Englishman. Elég lesz neked ennyi kaja? Nem tudom. Majd kiderül? Majd megállunk a kecsói azénél is. Kecsói azénél is. Egy dupla húsos. Köszönöm szépen. 650. Kövinél van a kiadó? De hallod, nem adta oda a kaját. Hát itt fizet, itt meg nem adta oda. Mert ő nem az kiadó. Nem ő nem a kaja kiadó. Ő itt van. Hello, köszi. Tessék, itt van. Egyed. Szuper. Köszönjük szépen! Szószok is, minden megvan. Ilyen gyorsan. Ez speedrun volt. Ez legit speedrun volt. Itt vannak a szószok is, minden faszok. Hallod?
Ezt a 20-as negetszet, ezt faljuk már be. Le lehet árazzuk? Egy kicsit ide félreállok. Az jó lenne. Jó, persze, félreállok, azt itt meg sem egészgeted, meg ilyenek. Csak hogy így nyugiba megesszük, nem hajt a tatár, érted, 8-ra kell hazaérni. Azt a kurva 20-asnak, úristen, mennyi csirkét megöltek, mennyi csirkét megöltek miattunk. Hát ez az igazság. Fekete először vagy, Meki be azt kérdezi. Nem, szeretem. Remélem, akkor szenvedni fogsz, miközben eszed. Mind a négy. Három. Most leteszteljük. Meg ezért. Tényleg szósztet. Szósztet. Hol a negyedik? Itt a szalvéták alatt. Ketchup, majonéz, barbecue, fokhagymás? Így. Jó. Most ezeket hova tegyem? Hát valahol. Kurva kényelmetlen autóban enni, bazd meg. Vannak ebben még szalvéták. Kér szalvétát? Szerintem ő is kapott. Mennyi szemetet felhalmozunk, bazd meg? McDonald's, úri gyerekek szórakozás. Úri gyerekek a McDrive-ban. Úri gyerekek a budai parton. Hát ez a szószos... Hát te kéne kis teszteljünk asztal. Szószt. Kéne egy kis asztal, igen. Hát mi a faszom ez? Lambi, Fergie. Mi a picsa ez a zene? Fergie, nem ismered a London Bridge? Hol a pite? A bekénél van a pite, ő eszi a pite. Tűz, forró pite. Lambi. Melyiket kóstoljuk először? Figyeld, mert a ketchup az kisebb, mint a többi. Mi a fasz? Kisebb a ketchup, mint a többi szósz. Többet ér a ketchup. Most olyanok vagyunk, mint a Report of the Week nevű YouTube csatorna. Szvágod? Hello everyone, this is... De nézd már! De amúgy meg ugyanannyi a mértékegység. Ez kamu. Izé, ne, amúgy nagyobb a műanyag. Nézd, a pereme nagyobb. Hallod, kóstoljuk meg, kóstoljuk már meg a barbecue. Csak a perem. Tényleg, a perem nem nagyobb. Kis... Kamu ez, ami rá van írva. Kamu a ketchup. 25 milli. Hát ez kam. Kam. Hallod? Egyszerre csak egy szósz bontsunk ki, vagy hogy nem. Hello everyone, this is your report of the week. Today we are tasting McDonald's McNuggets. Na nézzük. Barbecue. Add meg egy kis. Ja. 10-es skálán milyen? Még tehettél csak bele. Ja, tényleg. Most mondjam. Nevetek, várja. Review, bra. My disappointment is immeasurable. Bro. And my day is ruined. Taste again. Review, bro. Jó, hallod? Barbecue kap tőlem 10/8-at, oké? Okay? Most hallod, pont innen, de a fokhagymásat, arra kíváncsi vagyok a fokhagymásra. Jó, 10/7, barbecue. 10/7, 10/8. Nem vagyok egy barbecue. Nézzük meg a fokhagymást. Hallod, oda berak, add ide. Jó. Beraktam azt. Nézzük meg ezt fokhagymáson. Itt van egy kis zacsó, ebbe dobom. Hú, jó a fokhagymás, így. Hallod? Hú, ez nagyon fokhagymás. Csíp. Csípi az ínyemet, annyira fokhagymás. Kérjetek a kólából? Nagyon éhes volt. Nekem jobban bejön a fokhagymás. Van benne valami. Hallod? Szerintem Eder nagymamájának is ez ízlett. Te, Sallai, te átbasztál engem. Igen, miért? Sallai baszott. Szerinted ez elég lesz? Ezt nem mondtam, csak hogy jó. Itt van még egy 10 nuggets neked. Megeheted. Kajak? Mert te mennyit zabálsz? Hát de bazd meg, ez lófasz volt. Egy Big Mac menüt, meg egy... Edd meg az almás pitét elő. Egyszer lefut... Ja, megfogom. Edd meg az almás pitét. Egyszer lefényképezem, hogy mennyi kóbászt teszek. Én nem darabot mondtam, hanem az ételt, hogy jó. Most de így lett, bazd meg. Most viccen kívül, hallod, most viccen kívül fényképezd, hogy mennyi kolbászt teszel. Jó. Én akarom látni. Akarom látni. Egy vacsorai kolbászt. Vacsora Jada. Na jó, jöhetek ketchup. Mi történt? London. Ja, azt hittem, hogy van valami. Várjatok, mert... Jay, a szar nem hideg. 3 daf, köszi szépen a 400 forintot. Üzenem... Bakony Tamásra üzenem, hogy hitvány a stream. Van benne valami. Várjatok, valami van a donation-öknek a felolvasásával. Most megnézzük, hogy működik-e. Bagos, bazd meg.
Zsé, köszi neked is a 400-at, Fanamakalele, neked is köszi. Mi a fasz? Hallod, megbaszódott a donation felolvasás. Akkor ne küldjetek donétát. Újraindítom a streamet, bebugolt. Egy másodperc, újraindítom. Itt vagyunk a Mekinél. Folytatódik a... A műsorunk a ketchupos nugget. Oh shit. Na visszatértünk. Shalom alem alé. Most megnézem, működik-e. Ennek mi baja van, bazd meg? Meleg van. Geci, meleg van. Kiveszik a kabát. Mindjárt megyünk Kecskevétre. Na én addig rákúsztok a ketchuposra. Hallod, bebugolt a donét. Nem is tudom, hogyan lehetne ezt megoldani. Hogy le, ezzel mit lehetne ezzel csinálni? Köszi a kólát. Nem tudom. Ez volt tegnap a Jay-nél is. Jay, te hogy oldottad meg? Friss 18 éves. Látom. Mi ez? Ezért az borotválkozásnak hívják ezt a stílust? Hallod, nekem a fokhagymás jobban bőtt, mint a barbecue. Nekem is. Jó, köszi. Bekevezett minket. Már amikor múltkor Siófokon voltunk, nem jött oda senki. Itt meg... Azért, mert nem Siófok volt kírva a címbe. Itt meg gyülekeznek az emberek folyamatosan. Nekem amúgy miért van rajtad a maszk? Hát ez lassan már illegális. Nem voltunk a valomba, aztán úgy merem. Én már megszoktam. Azt hittem, akkor a sztár vagy, hogy nem akarod, hogy felismerni. Hát itt nem szabad. Adod, ez nagyon szép. Ez a főtér. Le akarsz csúszni? Hát én már úgy, most úgy érzem. Kicsit lecsúszottak vagyunk a nélkül is. Hát ez nagyon jó. Szerintem ez semmi. Na ez van. Az mögött küncs volt, nem csúszok le. Nem csúszok le. Új, te heringleves. 400 forint. Mutasd a lányokat, Marci. Jaj, ne, rosszat mutattam. Azok mi vagyunk. Jaj, ne. De menjünk tovább, mert még egyenes van a szökünk. Akkor nem kéritek. Ez nem a nem előtt, hogy jó. Nem kérnek belőletek chat. A Beke Zsoltot kapjátok. Megértem. Biztos nem csúszol? Biztos. Vérbeli kecskevét ez 100%. Na ez az ilyen avatás. Nem. Hagyjatok békén. Nem akarsz kecskevét? Hagyjatok békén. Tapsolás után ez a második beavatás. Nem lesz beavatás. Tényleg ilyen kecskemétű beavatás. Gyá! 300 forint egy korsó sört ihatnám, hogy ilyenek. Hogy? Viszont is van. Bafaszom. Hello, sziasztok! Hello! Zárvus jól. Keve. Szia, Keve. Hogy vagy, Keve? Szia, jó, Keve. Márk vagyok, szia. Keve, minden oké? Keve. Most őszintén. Most ha mindenki ismer, Keve. Ez az, végre egy híres lehet. Felmásztatok a hátadon. Hát inkább azon csúszál le. Ah, kiskoromban amúgy sokat másztam. Ó, hát beavatták őt is. Ő már vérbeli kecskeméti. Igen. Amúgy miért vagyok b***sz, és nem... Na végre. Nem. Egyre többen vagyunk. Hát tényleg most már lassan ezt a gyülekezési törvényt megszegjük. Kicsit. Még ketten jön. Tényleg, mert mennyi név van? 10. Na. Mi a helyzet? Megvagy? Hát így konkrétan meg vagyok, persze. És te is meg vagy. Hát ja, kicsit hogy? Most cringelek, de amúgy meg vagyok. Gondoltam, mikor? Mi van itt a cseten? Ezt mondjátok? Őszintén. Sétálva nem tudok olvasni, ez hogy van? Amúgy, nem tudsz, én sem tudok amúgy. Én már nem látom a picit. Hogy keskemét vagyok? Vonulnak. Már ő itt lakik a Beke Zsolt. Én itt lakom. Itt lakik keskemét. Aci cringe.
ez benne van. Hozzászokik. Vonaglik a Marci. Mosolyog a Marci. Minden csak a Marci csinál. De ne rám fókuszáltok, most már itt vagyunk 8-an. Van izé élő zene. Igen. Ez csak neked szerintem. Direkt eléd vágtak. Végem a fejeden, Márk. Jó van, akkor itt az ő feje. Menj oda, Marci. Hova? Az élő zenével. Szállj be te is. Én azt mondom. És veletek mi a helyzet? Mi a helyzet veled? Veletek chat? Ez a kérdés, aki. Meg vagytok. Meg, ha meghallgatjuk az élő zenét, mit szóltok? Nehogy copyrightos legyen. Amúgy tényleg ne fogjuk már kezdet, koronavírus van. Meg amúgy se vonuljunk túl sokan. Igen, amúgy én is össze azon gondolkodtam, hogy nem kéne meg kezdet fogni, de meg bukkosság elutasítják. Aha, ja. Hagyjuk itt a városzaját, jöjj velem! Mesélek megint sok csodát, elmegyünk! S úgy leszünk két hóbarát! Na, oda, az erdőbe menjünk oda. Menjünk, menjünk! Hát ez szerintem Kecskemét legszebb utcája. Menjünk, persze! Szerintem nekem is tetszik. Hallod, én nagyon szeretek így csoportosan vonulni. Iskolában is ez volt a kedvencem, amikor jó, csoportosan vonultunk. Kezét, igen. Induljunk. Itt volt a... Na! Cifra palett a zöld. De is alatt. Ez még egy négy fős csoport, bazd meg, ide jön. Na, itt voltunk egyébként fellépni. Fellépés. Vagy nem? Mikor? Becke. Hát még egy 3 évvel ezelőtt. Ja. Igen, szoktak tartani olyat is. De alapvetően múzeum. Itt voltak fellépni. Aha. Nem itt voltak. De a cifrapalota. Igen, de itt voltunk. De az agórában. Az nem erre van. Te. Az mondjuk nem erre van. Szálltad meg. És ez mitől cifrapalota? Hát az én mert zöld az ablaka. Ugyanez itt az eszembe, csak én végig akartam énekelni. Nem itt voltak, te hülye. Szálltad meg. Na jó, annyira nem érdekel azért. Én... Megmutassam, hogy merre volt? Ne. Annyira nem érdekel. Balra. Hát olyan is. Ha. Hallod, végigugrált. Mikor Rákóczi gyors étkezik. Csak én érzem úgy, hogy egyre többen jönnek velünk. Igen. Nem csatlakoznak be. De hogy se szó, se beszéd. Oldalról bemosolyognak. Csatlakoznak egyre többen. Minden streamet nézek. Igen. Az összeset. Jézus úristen. Mi a fasz történik? Ez olyan, mint egy Dezső Bence találkozó. Menjünk el okszózni. Úristen, ő a Sallai. Úristen. Egy lány néző. Mostan te a neved, bocsi. Pesti Pipi, melyre esik? Azt mondja, Sallai Márk, Pesti Pipi, úristen. Remélem, jó volt. Mi a fasz van itt? Azt a rohadt! Azt a... Mi zuvam? Nem... Jól vagytok? Nem szépen. Olyan estéket töltöttünk. Nem olyan nagy élmény ez. De kurvára. Minden... Hajnalig néztük a videóidat. Közösen. Igen? Írtunk rád messengeren, csak azért felmentük, hogy megkeressünk. Wow. Most? El vagyok kápráztatva. Most pedig ide jött elétek. Ő a Keve. Ő a Keve. Keve az új haverom. Na, királyság. Keve.
Én bírom a egyébként, én személy szerint bírom a kevét, nagyon. Én nagyon bírom a kevét. Aztán majd a stream után jól mehet. Nem túl őszinte a mosolyod, kifesz mi a gond. Köszi a donétet, ne beszéljünk róla, jó? Ez milyen geci hosszú ez az... Az út, bassz meg. Hát így olyan 600 mit. Visz, itt már van. Visszatértünk, sziasztok. Még sétálunk. Itt sétálunk együtt, az új spanokkal. Ők az új haverjaim. Tudjátok mit, leülök egy padra. Nem értettem. Nem. Gamer pad? Én csak leültem, mert is stabil az internet. Aha. Ezért ezt megmutatnám, hogy... De hogyha egy méterrel odébb mozdítod, már nem lesz az. Micsoda lábri. Valaki nem ül le még? Én ülök egy... Gyere már, ülj már le. Na, mizu van. És én is üljek le. Ülj már le te is. Nyitunk itt egy kecsemét. Mindenki üljön le. Akinek van helye. Üljön le mindenki, akinek van helye. Akinek nincs, az ne üljön le. Hol van ez? Írt neki. Discordon. Ajaj. Most az a baj, most fix helyen vagyunk. Most még többen fognak jönni. Nem jó helyet. Hogy mosolyogtok? Beakadtatok egy kicsit így mosolygás szempontjából? De csak így véletlen összefutottatok velünk? Persze. Na, ez nem a szomír. Most próbálok hideg a magyarázatok. Kicsit állok. Tényleg találjunk. Nem jutunk haza élve. Vagy valamit. Hát nehogy itt üljünk, mert... Hol? Dombon voltatok már. Hol van a nagyi palacsintázója? Dombra fél megyünk. Tehát ez is messze van. Hol van ez a nagyi? Busszal annyira nem, de sétálok. Csőkeve, nem progot kellene tanulnod. 1 millió forint, köszönjük szépen, jó fej vagy. Hallod, te ismered Marosi Róbertet, Keve? Igen. Na, adott 400 forintot adott. Összes megtakítását elküldte. Nagyon jó. Hol van a dom? Messze van. 40 perc? Tényleg? Ez fél tudja. Az egy dom. Az osztálytársaim ezek is mémek fognak csinálni, hogy én itt vagyok. Max fél óra gyalog. Ja, fél óra. Ahogy a malom volt. Remélem, nem, ez tényleg. Számít, és az annyi, hogy egy domb? Igen. Tehát, hogy egy... Nem, mert van tó is. Igen, az 50 rengeteg tó. 150 annyi, forint. Olyan jót pisiltem. Hallott, te drágábban pisáltál. Nagyon jó, de nagyon jó volt. Jobb volt, mint egy domb. Hát annál jobb. Ez egy kis patak volt. Egy kis bucka. Egy kis patak. Az jó. Nem, azért az nagyobb volt, mint egy kis patak. Nagyon. Vagy még mit lehetne megmutatni neki? Húzusom az... Hát ti vagytok kecskemétiek, srácok. Mi most itt turistáskodunk. Szeretnénk, hogyha valamit megmutatnátok nekünk. Mindenki mutasson legalább egy látványosságot. Az a baj, Kecskemétbe. Jó város, de amúgy nincs sok. Egy nap alatt. Egyébként igen. Tehát semmi érdekes nincs benne. Szerencsére egy nap. Nincs semmi érdekes? Hát itt a bíróság helyetekkel, meg arra is van egy. Itt a cifra palotása. Ez jó. Thai burger. Jó van. Megtudtuk. Jó. Mi van, jó, jó.
kebe szimpatikus fiatalember, a mosolya megjúzó. Na ennyi. Tovább kebe szimpatikus. Tovább jutott, jössz velünk Pestre. Gergely András. Na, őt nem ismerem, ennyi. Na, hát akkor már idegen ember is azt gondolja, hogy szimpatikus úri ember vagy. Ez nagyon jó. Na de komolyan, merre menjünk? Valami hát most... Ne tőlem kérdezzétek, ha, hogy merre menjünk. Szerintem nem tőled kérdeztem. Ja, csak egy pillanatra rám néztél. Szerintem domb az egy racionális döntés lenne. Hát jó, csak időben nem... Keve? Ki az a keve? Ott a keve. Itt van. Gyere keve. Már kicsit ide, keve. Kérdezik, hogy ki az a keve. Ő a keve. Ő itt keve. Egy újonc. Ő az új haver. Az életben. Az új haverunk a keve. A keve. Holnap a Blahán kezdünk. Mit szólsz? Mit kezd? Az hardcore kezdés. Ja, de nem, még csütörtök van. Ja. De holnap is csináljuk a Blahán. Én nem. Akkor majd egyedül. Jó. Jó szórakozást. Hol hagytátok Bobit? Bobit? Na. Itt van velünk, nem látszik. Lélekben biztos? Nem. Hát itt van ő is velünk. Evolvált. Jön mögöttünk. Én is sajnálom, hogy nem jött. De jött. Ez rám fogja. Hol? Amúgy itt, hogyha végigmegyünk, még van egy Noszlopi Park nevezetű, ugye? Neked mondom, leginkább hasonló. Igen. Meg. Hát van egy nyílt mező is, ahol nincs semmi, de... Hallod, cseten is írják, itt a Bobi, itt ül. Szorítsatok már neki egy kis helyet, Sallai, szoríts már neki egy kis helyet. Hol vagy Bobi? Itt ül. Hol vagy Bobi? Hát itt van ő is. Megmutassuk a vonatokat? A vonatokat? A vonatok. A vonatállomás nincs messze. Ja, az köpés mire van kb. Cset, nektek nincs valami ötletetek? Nincsen olyan Kecskeméti, aki lusta volt kijön ide, idegenvezető? Valaki jobbat? Hallod, akkor most mit? Megszavaztatom, jó? Jó, szavaztam. Egyes vonatok, kettes dombok. Vagy egy domb? Ez egy domb. Egy nagy domb. Vagy kicsi? Nagy. Olyan közepes. Igen, olyan közepes. Városhoz függően nagy. Akkora, mint a város? Nagyon. Micsoda? Ha már még nem magasság. Most akkor vonat? Hát ez nagyon 50-50. 50-50? Aha. Az közelebb van. Vonat az sokkal közelebb. Menjünk a vonathoz. Menjünk a vonathoz, aztán majd... Menjünk a vonathoz, bazd meg. Menjünk a vonathoz. Menjünk a vonathoz. Nem. Vonathoz, menjünk a dombokhoz. Menjünk. Jó volt itt egy kicsit leülni, nagyon élveztem. Én meg szerintem felfáztam. Valószínűleg. Erre menjünk. Akkor megyünk tovább. Oda nem menjünk be, középrobot, nincs internet. Várjál. Merre? Középre? De most hogy érted, hogy vonatok? Egy vonatállomás mutat? Egy vonatállomás. De ilyen felújított partra. Ami már... Megnézzünk egy vonatállomást? Na jó. Jó. Tényleg itt van 5 perc. Hányan csatlakoztunk a Kecskemétre? Mindenki. Csak jöttünk. Mi hárman jöttünk. Hárman jöttünk. Konvojba jöttünk amúgy. 5 autóval. Konvoj. Az egy jó szám. Ja. Kamionnal érkeztünk. Na mi van? Mizu. Nagyon vicces. Én nem ezt érzem most. Random megszól, nagyon vicces. Egész nap, több hónapon keresztül, amint megláttuk azt a gyereket. Melyiket? Gyakorlatilag van egy srác, aki emlékeztet minket a Sallaira, és egész 2 hónapon keresztül azzal viccelődtünk, hogy Sallai itt van velünk a gyakorlaton. Ez jó. Én egyszer, amikor még valami diák szövetkezetnek videóztam, akkor meg azt mondták, hogy ó, te úgy nézel ki, mint egy videós, és akkor így elsoroltam azokat a videósokat, akiknek mondták, majd hasonlítok a VR Jani, a varázsló, és mindig azt mondta, tényleg, ó, tényleg, és akkor magam a direkt nem mondtam. Elképesztő anomália. Engem meg fel. Én is örülök, hogy ennyien itt vagyunk. Az ötödik nem ellenőriztek volna, legyen prank-en kell. Az nagy prank lett volna azért. Ja igen, itt van, akkor nem van. Van net? Van, persze. Stabil vagy apukának? Most csak nem beszélek. Tudom, ez egy ilyen néma live. Most csak hallgatom. Mi? Kinek integet? Mi jelentkezem? Az étteremben van benne egyik jó barátom. Já, és mindjárt hív még 10 ember. A szakács? Igen. Aha, őt ismerem. Azt vágom. Ukrám? Olasz. Akkor persze vágom. Boris? Igen. A Boris.
És hol vannak a vonatok? Majd oda megy. Nem egy gördeztem valami. Mondjuk inkább csak annak csúfolt. Hol? Majd a út végén. Elmegyünk arra, és ott is volt. Mi van, Jóli? Flörtölj már egy kicsit, papesz. Ne idegesítsetek már, bazzik. Tiszt, így is tiszta zavarba vagyok. Fölvettem itt a koronavírus miatt. Te is vedd föl, példát kell statulálni videósként. Tény is, való, igaz. Influencerek példás statulálni. Nem kötelező. De. Amúgy így fázik az orrom, és ez melegít. Kurva nagy találmás ez a maszk. Mennyire király? Nagyon jó, ez a maszk. Egyébként lehet, hogy valamiről lemaradtam, de a nymphó részeket lesz majd. Úristen, ne csinálj! Hát, arról nem mondhatok. Laikus vagyok, de ezt tudom, hogy ez rémálom a videósoknak. Találkozik nézővel, és a néző megkérdezi, hogy mikor lesz a adott sorozatnak folytatása. Tudom, mi a jó válasz. 50-50. Itt a dom. Nem. A nymphónak majd lesz folytatása, persze. Nem sokára jön. Csak mondom, majd elkezdünk rajta melózni. Jaj. De... Az a baj, hogy a nymphó az azóta valóra vált, amióta elkezdtük csinálni. Úgyhogy ezért nem folytattuk, mert valóság lett. Sokat találgattunk, hogy gondolom nézettség miatt, de... Nem. Nekem nem számít a nézettség meg a pénz, tudod? Igen. Én nem olyan vagyok, akinek ez ezek a... Persze nem. Én minden csak azért csak, mert kedves vagyok. Jó szívű. Jó fej vagy, Bobby. Elég fel a hónapokig ilyen lehet kígyóborkál. Nem tudom. De az akkor jó, van egy szakról, és akkor benne van ilyen borki, szépen folyva az egész. Amikor be kell küldeni arra, amire elpusztani. Nem felejtettem el. Nem tudom. Ilyet már találtam én a hűtőmben, arra emlékszem. Most pont az volt a fejem, hogy ma basztam ki a kukába egy ugyanilyet. Otthon. Most arra gondoltál, amit én kidobtam a kukába? Én maradok a gyerek dal videónál. Nekem az volt a egyikben. Úristen! Most mennyi idő voltam, hogy megcsinálni? Megírni a szövegetek. Mi? A gyerek dal videó. Kb. 20 perc. Na, az komoly! De hogy is van, Marci? Felvétellel együtt. Na, énekeld már, Marci. Nem éneklem el, hagyjatok végig. Együtt kell. Na jó, én elkezdek futni. Nem. Én elkezdek futni. Ez milyen vicces, amikor futsz lájukban. Az jó. Persze, az vicces. Az vicces. Akkor megy fel nektek is. Amikor futok. Persze. Az emberek szeretik a... Hallod, ez milyen jó ez a park? Ez nagyon jó. Törtem el a karomat. Ez nagyon jó park. És ez már a domb vagy a vonatok? Lesz vonatom. Hogy is mondjam? Bicikliztem? Ez... Hogy is mondjam? Biciklisztem. Nagy. Akkor meddig szólik. Neki mentem már, nem tudom neki, de valaminek biztos is. És se lehetett. Mennyit szenvedtetek ezért? Nem is baj, ha bepárásodik a szemüvegem. Ma még nem. Jó. Nem tudom. Ez nagyon jó park, csak a szökőkút nem működik. Nem működik a szökőkút. De egyébként mi? Borzalmas napjaink. Ez amúgy szebb nyárom. Ne, azért nem néz ki rosszul. Igen. Így. Persze. El tudom képzelni, milyen szép lehet nyáron. Nem, amúgy esküszöm. Hát a víz az így kb. Olyan magasra is kilövel, mint ami ilyenek magas az nyáron. Ebből ugye. Aha. Megmondom őszintén, most nem értettem, amit mondasz. Szóval, ugye az egy szökőkút amúgy. Igen. És hogy kilövel belőle a víz, kb. Olyan magasra, mint amilyen. Ellátja a funkcióját a szökőkút? Ellátja. Nagyon jó. Akkor az biztos szép lehet. Zenél is? Persze. Meg marázsol. Nem, a Margit szigeten zenél a szökőkút. És jó tudni. Ha egyszer Pestre jársz, mindenképp nézd meg a Margit szigeti zenélő szökőkutat, Keve, jó? Légy szíves. Jó. Ezt okay, javaslom. Most már itt talán leesett, hogy hazudtál. Nem, tényleg, nézd meg azt, nagyon javaslom. Nagyon jó, nagyon-nagyon élvezetes. Sok ott a vakverő ember, akinek kísérletem. Micsoda? Semmi. Nem, ott nem lesz ilyen, ne parázz.
De tényleg mindenképp nézd meg, javasd, jó, Keve, javaslom. Nézd meg, Keve. Volt, láttad a szökőkutat? A szökőkutat az pont nem. Vagy nem tudom, hogy ez merre van. Lehet, hogy voltam szökőkut, mert csak nem arra figyeltem. Ott a vonaton. Mert? Fekete, te még itt vagy? Mi van? Vonaton. Viszik a Mercit, mert itt van egy Merci gyár. Jaja, itt van. Sokan csak azért tudnak itt németet, hogy oda menjenek. Aztán. Család, hogy van, Keve? Megvan, köszönöm! És a tiéd? Neked is megvan? Bocsi, ez privát info. Privát, igen, ja. Igaz. Na jó, ha megbeszéltük. Na itt vagyunk a vasútállomáson. Beke, itt vagyunk a vasút... Itt vagyunk a vasútállomáson. Na, hát akkor csak elengedett. Beke, itt vagyunk... Itt vagyunk? Itt vagyunk. Átmenjünk, azt itt van a vasútállomás. Na most bemegyünk egy vasútállomásra? Mert nem lehet bemenni egy vasútállomásra. De miért tennénk ilyet? De akkor nem menjünk be egy vasútállomásra. De a kérdés nem az, hogy... Mekkora bűn bemenni egy vasútállomásra? Nem az a kérdés, hanem az, hogy minek mennénk. Hát nem tudom, megmutatjuk neked a vonatokat. Ki lehet menni? Láttam. Nem muszáj bemenni, ha nem akarok. Hát 10-es skálán nem akarok. Hát akkor nem megyünk be. Ott a noszlop itt. Én megmutatom, hogy ki itt van. És akkor menjünk el a noszlopi, ez az vissza? Lassan? Vagy hogy megyünk? Nem, ennyi. Várj, ott egy kodágú emlék. Marci, várjál meg a vonatom, amíg megy. Nekünk is az a kell érni. Mennyi az idő? Menjünk visszafele, nem fogunk hazaérni 8-ra. Nem fogunk hazaérni 8-ra. Na, szerintem bementek. Ne, azt meg kell még néznünk. Azt még meg kell néznünk a csirkéket. Becsukás. Meg kell néznünk a csirk... Meg kell nézni. Jó van. Menjünk visszafele. Jó, menjünk vissza. Ezt... Szóval csináljunk már egy közös képet. Na, hát hajrá. Én mindenkivel. Mindenkivel? Aha. A streambe legyen benne egy közös... Jó? De kivállalja, hogy nem lesz rajta, és így videóz. Selfiebe, jó? Selfiebe toljuk. De selfiebe is lesz, ja. Jó, ez a búcsú. Te leszel búcsú. Középütt? Nem leszek középütt. Merre álljunk? És a live-val készül a fotó? Igen, live van, jó? Hú, de ezt le tudod rakni, vágj ezt. Nem kell. Jó. Hey. Hey. Jó setét. Várjál. Megvakítom magunk. Mindenki rajta. Integessetek mosolyogva. Hello. Vakuljunk meg együtt. Nálunk a CLG 4 nyok szoktak fürdeni a szökőkútban. Ez király volt. Csináljatok nyugodtan, szerintem Marcival közös képet. Ó, ez aranyat ért ez de a mosoly. De nektek nincs papírotok, XD. Van valakiknek. Ez soha többé nem. Haza kell érni. Te megfogom, azt csinálnak vele a közös jó, képet. Jó, oké. Okay. Hogy kell? De nem duplának. Na. Ott van. Persze, mindenkivel. Mindenki akar a Marcival közös képet. Toljuk meg. Toljuk meg. Adom, nagy. Most végre ezt meg tudom csinálni live-ba is. Mindenki. De ez figyeljed. Na jó, ez komoly dolog. Egész szóval már nem vállalod be, úgy érzem. Nem. Köszönöm szépen. Keve veled is. Keve. Sallai, mi Beke, az nem szám. De ez ilyen maszkos. Csákácsa. Nem, ja, bocs. Sallaival is. De majd veled is. Velem is? Lehet. Ez egy közönségtali volt? Igen, Kecskeméten. Nem is értem, hogy miért. Ott kell aludnod. Én itt alszom. Itt lakom. Toljunk egy képet. Jó. Mindenki. Miért van a nappal? Menjünk vissza a kocsihoz. Még velem is akarnak, bocsánat. Ja, ne haragudj. Beke Zsoltal is. Hajjaj. Hát ez csodálatos lett. Csodálatos lett. A sztár. Hát köszönjük, hogy eljöttünk hozzá. Szívesen. Mi köszönjük a vendéglátást. Menjünk vissza. Sziasztok. De te is gyere, Sanon. Te velünk vagy, bazd meg. Jó,
Te velünk vagy? Sziasztok, srácok! Hello! 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 Mi ültünk a padon egy eléggé szomorú nap után, és belétegyottam. Akkor mondta, hogy ez a Amondó, én nem hittem el, azt kicsi. Távolról kiszúrtad, mondom, az az Amondó. Azt mondja, ez az Amondó. Ez az Amondó. Azt mondja, csak kicsi. Na jó. Megnéztük gyors YouTube-on, és tényleg az. És nem hittetek a szemeteknek. Nem tudjátok felfogni, mert ti vagytok a bálványozó személye. Valahogy te ezt fel tudod fogni? Nem. Megkérdezték, milyen érzés, hogy izé... Na? Hogy nem is tudom, amit kérdeztek, de az lesz a lényeg, hogy izé... Boldoggá teszitek az embereket a videótokkal. Valami ilyesmi volt, és azt mondtam erre, hogy olyan, mint hogy kiraknál egy Instagram képet és 20 lájkolják, csak itt más a szám. Ja. Vagy nem tudom. Ez jó volt. Ezt osztom. Budapest és környéke. Kecskemét és környéke. Jaj, bocsánat. Szóval... Na, ragudjatok. Egészség. És akkor most megyünk Szegedre. Akkor végül is tök jó volt az a első srácnak az ajánlása, mert nem néztük meg azokat a helyeket, a nagy falatozó, meg a nem tudom mi. Igen. Jó, de én nem is voltam éhes, én sem, megmondom igaz. Őszintén. Nem voltam éhes. Szerintem pont azért van, hogy ne. Nyáron vissza kéne térni. Nem menjünk Szegedre. De menjünk, úgy, nem, hazamegyünk, nem Szegedre, hazamegyünk. Vannak, de én nem szeretem, amikor már teszek hozzájönni. Szakmáztok? Szakmázni. Jó, jó teszitek. Fájjel. Szakmázás? Nem szeretik, ha megkapasztják, az nagyon büdös. Menjünk. Nem is jó fele jövünk? Jó fele jövünk, persze. Ez tökéletes, tökéletes. Csendes vonulások. Megkérdezik, hogy milyen iskolai végzettségetek van? Igen, erre kíváncsi vagyok. Na, Sallai, kezdett te, vagy kezdjem én? Kezdheted. Tudod, én nekem ilyen hosszú. Jó, oké. Nekem csak szimpla érettség. Mondtam. Baszki. De én nem mentem soha egyetemre. Igen. Őszintén szóval én egyetemet tippeltem neked. Igen. Akkor buktad a fogadást. Buktam egyébként. Én voltam mozgóképes animációkészítő OK-en, azt elvégeztem 2 éves, meg voltam egyetemen médiós kommunikációs szakon, de azt ott hagytam a felénél, mert rájöttem, hogy semmivel nem tudottam többet, mint az OK-en. Sőt, mivel drága, azért jobb volt ott hagyni a felén, mint hogy végigcsinálni. Én mindig figyeltem a diákitet, de... És nem szeretnél, akkor gondolom nem is szeretnél. De nem szeretném befejezni. Hát én már elhelyezkedtem benne szabadúszóként, szóval... Nem, már nem, a Sallai már nem szeretne elhelyezkedni. Ő már így el van magában. Én már egyetem közben egész nap tolja a Hearthstone-t. Mondjuk abból is meg lehet nélni. Neki ez bőven elég. Olyan meccseim vannak, én e-sport. Reggel toltam egyet. Hanyasban vagy divízió? Hát igen, ezek már szavak, de nem a Hearthstone-hoz tartozó szavak. Én nem tudom. Szóval én el vagyok most. Hát aztán és sose kérdezték még, hogy UK-i, vagy múlva? Papíron van, vagy bármi. Mi lesz 5 év múlva? Hát izé, 2026. Az papír... Matekból 4-es voltam, nehogy azt higgyétek, hogy nem. Ez papír nélkül? Van egy papírom. Csak nem kérdezi senki, hogy van-e. És ti mit csináltok? Egyetemben vagytok? Most itt nincs nálam, de van. Egyetemben vagytok? Mert csinál, gyakorlatozunk. Szakközépiskolában vagyok. Aha. Ezután és mi a gyakorlat?
Matematikus karbantartó, robotika, matematika, robot, fizika. Az nagyon jó, az nagyon jó. Orvosira akar menni, én pedig... Ebben miért nevettél így be, nem hiszel benne? Nem, hanem most semmi értelme nincs annak, hogy ezen a szakmában. Mármint már látom. Aha, igen, ez egy átbaszás volt. Ugyan ebben a szakmában szeretnék majd egyetemre menni. Mármint robotika. Robotikából akarsz? Mérnöki. Az ilyen mérnöki kar? Most közepén megyünk, csak gondoltam. Most jövünk át ide-vissza. Milyen jó kis ilyen macska köves itt út lett van. A parkoló. Na jó van. Remélem az egyikőtöket se kell bántani. Igen. De hogyha egyszer mégis arra kerülne a sor, én örülnék, hogyha te lennél az ápolóm. Rendben. Az orvosom. Milyen orvos? Hogy te lennél a páciensem. De milyen orvos akarsz lenni? Sebészorvos. Sebészorvos? Műtetted volna a vakbelemet. Csak még nem vagy orvos. Még nem tudod, hogy elképzelhető, hogy meg fogom egyszer műteni. Már nem lehet. Kétszer nem lehet megműteni. Bassza meg. De ezt majd megtudod úgyis egyetemen. Remélhetőleg. Csoda, hogy itt van internet. Mert sötét van? Melyik ilyen fák vannak? Durva, dugs, lombos. Mi az első benyomástok a csemétről? Hát én már voltam itt háromszor. Ez a harmadik benyomásom Kecskemétre. Én is voltam már. De... Nem, biztos nem értetek át Kecskemétre a megyés videóban. A megyés? Nem voltunk. Nem voltunk Kecskeméten. Persze, hogy nem, mi valószínűleg nagyon voltak nagyon nagy kerülőink. Az egész videó egy nagy kerülő volt. Végül is, ha belegondolsz. Ha így belegondolsz. Voltak szakaszok, hogy négyszer kerültek. Aki itt lakik Kecskeméten, annak mi a véleménye? Bírját? Hát erről a helyről, Kecskemétről. Kecskemét jelenségről? Lemerem fogadni, hogy a comment section nagy része abból fog állni, hogy unalmas. Volt, hogy aki azt mondta, a kaszimó mögött lakik. Most már írták, hogy Kecskemét unalmas. Nem amúgy tényleg unalmas Kecskemét? De ugyanezt mondanám, az értelmes embereknek, igen, mivel vannak bulizó helyek, de az teli van 14 évesen lányokkal, meg fiúkkal. A fiúk azok mondani. Lányok, fiú. Micsoda? Igazából a... 14 éves bulizó. Ja, hogy nagyon fiataluk buliznak? Hát de azok még Minecraftozzanak, jól mondom? Inkább Minecraftozzanak. Azért merid a Dualtrász, bazd meg. Robin biciklije? Az Robin biciklije, bazd meg. Amúgy volt ilyen kecskeméti alakulata a tolvajkergetőknek. Így most jutott eszembe. Jó. Ha toljunk egy kaszinó streamet, én azt mondom. Itt? Egy póker. Megyünk a pókerklubba. Menjünk át Pécsre. Ez vicces lenne. Át kell gondolni, meg kell fontolni ezeket a dolgokat. Fontolra veszünk, nem szabad elhamarkodni. Inkább egy bekecsirke. Ilyen nagyon indokolatlan időpontba kéne jönnünk. Reggel. Hajnal 6 vagy ilyesmire ide jönünk. Ilyen hajnalba. Itt átmegyek. Veszélyes. Vigyázz, hova lépsz. Veszélyes. De megteszem. Nem, milyen az a messzes Pécsen? Meséljetek róla. Igen, igen. LCD-el papíron valami semmi értelme. De én a mondóból többet néztem. Milyen szempontból? Ilyen van jogosítványa. Ja, esztétikai szempontból. Esztétikai végzettség szempontból? Igen. Hát mondom, sajnálom, hogy csalódást okoztam. Nem csalódtam. Csak meglepődtem, igen. Neked van nyelvvizsgál? Nincs. Nekem kb. Semmim nincs. Papírból. Én már kaptam... Nem. Jó, de én nem orvosira készültem, hanem... Látjátok, nézzétek. Telefonhordó fiú. Van egy telefonom. Kaptam már meg olyan melót, amihez angol nyelv kellett, és csak beszélgetés volt, szóval nem kellett papírot sem.
Gyertek egyszer Balassagyarmatra, majd intek egyet az utca túloldaláról. Köszi Levente. Köszi az 1000 forintot. Hát de ez nem kellett papír. Leventétől az 1000-es. Orvosi papírok nem kellenek. Tények magukért beszélnek. Köszi Levente külön, hogy csak az utca túloldaláról intesz majd. Külön köszönet. Balassagyarmatot mondott, emlékszel? Nem emlékszem. Mindegy, majd elmegyünk valóban, az csak ott lesz. Biztos ott lesz. Csak ott lesz majd. Fixen ott lesz Szolnok környékén. Most hol vagyunk? Mindjárt itt. Nem sokára maradnál 5 perc. Jó. Nagyon jó. Ne szopassál már, bazd meg! Hallod? Kiszopad téged, ne idegesíts! XTDD, azt írja. Most tényleg betolt egy ilyen brutál donétet az Apple? Mennyire? Hol? Apple... Hallod? Ez szerintem kamu. Ez kamu szerintem. Ez tuti kamu. Hallod? De elpörgött nagyon gyorsan. Mennyit küldött? Apple órabére. 250 000 forintot. Real? 250 000-et. Apple-nek vajon milyen végzettsége van? Na, arra kíváncsi vagyok. Amúgy jó, okay. De ez kamu volt szerintem, ez kamu volt. Az, hogy csak... Nem, 18 ezer. Az is jó. Hallod? Az is brutál. Élőbe flexel a pénzzel, konkrétan. Mr. Apple-től 18 ezer forint. Azt a kurva. Kecskemét szívében. Nem irritáló, hanem ilyen jó fej. Ezt arra küldted, hogy a White Rabbit-re betegyek egy 50 dollárt, nem? Na, örülök, hogy... Ez azt jelenti, hogy végzett a mai feladatával? Most már olyan nyugisabb a társaság. Most már családiasabb, igen. Na, ez most már itt tetszik. Családozás. Feelinges. A családozás. Nem, csak sokan voltunk. Nem is túl sok. Túl sokan voltunk. Jó. Ez egy csapat. Tudod, hogy mi? Na jó, ez mi a hallod? Várjál már, bazd meg! Ez folytatja. Ne! Azt a kurva! 37 ezer forint. Mi a fasz? Az anyád! De ez valós? Ez valós cucc? Azt a kurva. Mi a fasz? Már megint kezdődik a fájt vonat. Megint, hallod, donét hullám Kecskemét kellős közepén? Cunami? Donét cunami? Lehet, hogy nem is az a baj, hogy sokan voltunk, hanem hogy most jobb kedvem lett a pénztől. Igen. Na így már egyre jobb, egyre jobb én akkor. Kellett magad. Ez nem kellett. Ezzel nem kell papír, se okkál. Zsebbe adtam. Nyelvvizsgassá. Ebből adózik. Ja, hát úgy értem, de így oda csúsztattam. Aha. Te elfogadnál ilyen hálapénzt? Miért? Hát, mert hogyha orvos leszel sebész, te el fogsz fogadni hálapénzt? Őszintén. Hát ez olyan, mint csak 5000-en néznek élőben. Lófasz, nehogy is. 5000-en. Nekem már annyi is elég, hogyha megmentettem valaki életét. Ez egy gyönyörű. Itt mindjárt kell egy újraélesztés. Wow. Hagyjuk már. Kis kamus. Kis kamus. Nem tudod, hogy hazudtam-e? Nem, amúgy én el tudom simán hinni. Én simán elhiszem, hogy igazat mondtál. Vannak emberek a földön, látod, Marci? Vannak. Nem vagyunk egyedül. Ott is van. Nem vagyunk egyedül. De ez aranyos volt. Köszönöm szépen. Így van. Jajnál, ezt nem akarom, hogy felolvassa. A fele az eddigi doneteimnek a beke. Köszi szépen az 1800 forintot, Apple. Jó fej vagy. Hallott, kicsit leráztam őket. Fú. A srácok, ti ezt nem tudjátok, ez milyen érzés. Amikor random emberek hozzátok verődnek, aztán 20-an lesztek a végére, bazd meg. Tiszta play it feelingem volt. Kajak beszorongtam. Ez átjött, hogy fizikailag beszorongtam ettől a szituációtól. Tiszta play it 2015 élményem volt, azt a kurva. De ezt át kell gondolni, ezeket az IRL streameket. Át kell gondolni ezeket, mert hogyha ennyien fognak idejönni, minden egyes városból megyünk, nagy valószínűséggel ez még a minimum volt. Tehát ennél szerintem még sokkal többen fognak körénk gyűlni. Hát olyan érzésem volt, mint annak, amikor Play It-re mentünk, vagy OVS fesztiválra.
Hát ott sem élveztem annyira a szituációt, hogy oda jöttek emberek. Amúgy annó élvezted? Nem. Volt biztos egy pár hónap, amikor így örültem neki, mert még új volt, de ahogy lecsengett ez az érzés, hogy ez teljesen új, meg még ilyet nem éreztem, így összességében, amikor oda jöttek hozzám, akkor így külön nem örültem annyira, érted? Meg amikor ilyen 20 vagy 30 így vonulnak csoportba, azt így nem. Valahogy így annyira nem. Nem élvezem, hogy így fogalmazzak. Szóval, hogy így meg annyi kérdés felmerül bennem ilyenkor, meg annyi kérdés. Egy például, meddig jönnek velünk? Ez az első kérdés. Tehát, hogy meddig megyünk csoportba? Végig? Tehát mostantól, ameddig mondjuk Pécsen, Szegeden, vagy éppen ahol vagyunk, 5-6 órán keresztül végig ott lesznek? Vagy lesz egy pont, ahol így mindenki elköszön a másiktól? Vagy nekem kell mondani, hogy mikor van vége? Érted? Ez meg annyi kérdés felmerül. Na. Mi a helyzet? Nézzel oda. Ott a malom. Ez Kecskemét. Eddig nem volt? Nem, az a kupac ember. Nem, a kupac ember a célzat. Itt még vannak emberek. Ez a Kecskeméti társadalom. Bekének, majd el kell mondanom azt az előzőt. Így illik. Nem erősz. Így illik. Hallottam, fölhívottál föl, bazd meg. Konkrétan fölhívottál. Ne szívassál már. Jó van. Ciao. Megalni a bekepenze a fele. Mit mondta, hogy bekebelezed? Bekebelezi a gyerek? Valamiért küldött most az Apple. Nem tudom. Köszi amúgy az 1800-at. Amúgy nek... Te menő vagy. Te menő vagy. És ti is menők vagytok. Köszönöm. Most már csak a menő srácok maradtak. Te is menő, Pacsi. Ez az. Most látod, ez már ez az új dili. Téged lelájmolatlak egy cigivel? Aha, de töltött. Jó. Töltött cigi. Töltött. Zsír. DJ. Tolok egyet. Dékan vlogger buddveke. Ez siet, élőbe. Ez az első vlogom életem előtt. Élőbe tarháltam cigit. Cigicsik gyűjtés. Cigitarhálás Kecskeméten. 10 000 cigi tarhálás Kecskeméten. Na? Kérhetek egy öngyújtót is? Jó. Szóval mindig. Ez már több a sok fel. Öngyújtó tarhálás. Bazd meg, van élet Kecskeméten. Köszi. Ez nem élet. Az nem élet, ami ott megy. A szánalom jó. Vergődés. Az. Vergődés? Ott vergődnek? Köszönöm még egyszer. Cigiznek, ordibálnak, és nekik ez az élet. Nagyon kedves volt. Nagyon kedves volt. Adott cigit. A cig... Nagyon finom, nagyon ízletes. Gány. Ízletes töltött cigi. Jobb, mint a CBD? Nem. Nem, annál nem jobb azért. A CBD az adja. Azért van egy határ. Na, mindjárt megtudjuk, mi a határ. Az a gyerek nem fázik egy szál pólóba. Ez jó kérdés. Nem fázom. Tényleg nem fázol? De jó hideg. Amúgy kurva jó idő van. Gyertek Zalaegerszegre, mi is követni szeretnénk titeket az utcán. Irigyeim, sokan vagytok. Ja? Na, ahhoz képest tényleg, hogy lejöttünk Kecskemétre, csak így mondtál. Ez egyébként szánalmas. Be volt jelentve is. De mi itt vagy. Hát de az... Ja, hogy ennyi volt jelentve is. Mi jelenlét? Bejelentettük az autóban ülve. Igen. Hogy ide jövünk. Tegnap is volt bejelentve egy 200 embernek hajnali 3-kor. Minden megyében kérek valakitől egy szál cigit. Ez az új challenge. És utána 10-es skálán értékelem. Kiadta, mennyire nézett ki jó, kiadta, milyen íze volt a ciginek, adott-e hozzá egy gyújtót, mi volt a gyújtó? 10/10-es, ez egy 10/10-es cigi. Nem, hogy elmennél te is az ördög Nór is bizbaszához. Mi? Fánkosához, vagy mi? Az akaratjára. Akaratjára, jó. De az mi volt? Az a Vajna tímának volt. Kevered? Ja, tényleg a Vajna tímként. Annak megvan még? Nem, csődbe ment márciusban azonnal. Ki gondolta volna? És hát alapból is már csőd szélén volt, aztán bezártam. Ki gondolta volna, szegény? Ha már lámbolja. Takács Dávid. Kecskemét 5 csillag cigiért mentem, kaptam.
Tényleg ezt nem tudja. Értékeljük már Google-ben. Kine, adod, neked van kurva nagy értékelésed Google-ön? Ja, igen, igen. Mennyi? Hát ő egy helyi idegenvezető amúgy, ezt nem tudtátok. Hozzáadtam Budapesten egy helyet a Google térképhez, és kaptam róla e-mailt, hogy már 1 millióan látták a helyet, amit hozzá. Azt a kurva! Ez egy sztár, bazd meg! Google térkép influencer. Egy sztár! Egy millióan? És milyen helyet adtál hozzá? Mindegy. Nem, hogy egy éttermet adtam, ahol éppen gyakorlok volt. Hallod, most invitált meg Molnár Krisztián Debrecenbe. Csak mondom, ebben a pillanatban. Látta a donéteket. A Molnár Krisztián? Aha. Megyek. Jössz? Persze. Hát figyelj. De miért márciusra veled nem beszéltünk meg egy videót? Velem? Nem hozzád beszélek a Molnár, ne arra ugye. Most a Molnár Krisztiánhoz beszélek, bocsi. Ez egy komoly videó lenni. Mert őt is fölkerestük a márciusi projektre amúgy. Ja, Molnár, tudom mi a párci. Mi micsoda? Molnár Krisztián most fent van a cseten. Itt van, persze, itt van a cseten. Szokott lenni. Elképesztő. Na, meg van beszélve, nem akkor először. Kikivel is. Hát akkor megyünk Debrecenbe. Megyünk Debrecenbe. Majd. Nyugodj meg, Kiki, ott leszünk. Kikó. Na, menjünk, sétáljuk a kocsihoz. Na, menjünk. Haza kell még dobni, haza kell érni. Örültem. Örültünk. Szervusz. Én koronás. Korona. Szervusz, örültem én is. Korona. Te korona. Jó. Szervusz. Sziasztok. Sziasztok. Örültem. Köszönöm szépen a cigarettát. Sziasztok. Kedvesek vagytok, kedvesek vagytok. Hello, sziasztok. Jó fejek voltak. Mindenki jó fej volt. Ja. Nagyon. Na, menjünk. Aduza. Nem ránk dudáltak. Nem. Jó, várj meg, várj meg. Most legit hárman vagyunk? Igen. Ezt nem hiszem el. Mennyit küldött az Apple? Na, főhívott a hívja. Nem küldött sokat, 1800-at küldött. 1800-at küldött, azt mondta, azt osszuk ketté. Három felé. Most már nem. Három felé? Hát itt a mindenkinek, aki itt volt. Jó. Visszaosztunk belőle. Hát de úgy fel, hogy három felé osztott. Nekem itt egy kicsit most lassabban telt az idő, mint általában. Megmondom őszintén. Hát nem gyorsabb? Ja, hogy lassam. Ja, hogy cringe volt neked? Nekem az volt. Na bum. Nekem nem. Neked nem? Mert nem én fogtam a kamerát. Én vagy beszélgettem, vagy csak fogtam a kamerát. Ja, te csak így vendég voltál. Igen, és hogyha úgy jövünk, mint Sallai már találkozó. Hát ne én fogjam a kamerát. Nem tudom. Így egyszerre két cringe. Mert hogy tudod így fogni utcán, nekem ez kellemetlen. Kellemetlen fogni utcának. Hát alapból selfie-bot. Alapból selfie-bot. Selfie-bot van igen, nálunk. Ez már alapból kellemetlen. 10-ből 4-es az, hogy fogod az utcán a kamerát és beszélsz bele. És 10-ből 3 az, hogy felismerek és nem tudsz meg mit beszélni, és 2 együtt az 10-ből 7, és az már nagyon jó, melkasod, összeszorul. Ja. Ez olyan. De így külön... Hallod, ez nagyon izgalmas lesz. 8 körül fogunk hazaérni. Ez most nagyon izgalmas lesz. Lehet, hogy még 8-ra haza is. Ott van! A Dunapandából a polip. Jó, hogy nem lepődtem meg, gondolom. Ott a kis üzé. Ott volt a Dunapandából a polip, a TikTokos. Ott volt egy kocsiba, bazd meg. Bármelyik kínai. De valaki világosítson már fel a chatről, mi ez a trend a TikTokon, hogy ezt a kifordítható polipot kell megvenni, bazd meg mindenkinek. Hát, az kurva jó marketing. Jó, de sembe is kellene ilyen. De hogy az ő? Sembe is kellene ilyen. Mi? Kifordítható? Nem muszáj kifordítható. De pedig az a menő. Csak ez az új dili. Az dili? Az dili, nagyon. Tudod, így mosolyod és kifordítod, és szomorú. És tudod, a hangulat az alapján változtatni. Azt a kurva. Nagyon menő. Hallod? Olyan flashbackjeim voltak egy 5 évvel ezelőttről. Az a cringe-ek? Amikor még jártam ezekre a videós fesztiválokra. Na jó, az nagyon cringe. Az viszont. Jó van, hiába cringe vagy nem cringe, de azért tök jó, hogy találkozó így a nézőid, de nem? Ja, jó fejek. Amúgy jó fejek voltak, aranyosak voltak. Meg ez azért jobb, mint egy pliáltény, mert nem eddig érnek neked, hanem ezek ilyen velünk egyfelúnak. Ja. Nem ilyen ekkorák, és írd alá, nem tudom én, a zsédavos toltartómat, Marci. Hát most azt érzem, hogy így összességében lehet, hogy egy picit fiatalabbak nálad. Visszafordulunk! Ne! Ez egy visszafordító sáv. Beszorultunk ide. Beszorultunk be. Hol kell itt kijönni? Figyelj, cigit is kaptam, ezért jöttem, 5 csillag. Mármint kecskemét. 10 per 10. Enes. Vigyázz, itt jön az autó. Nem baj. De hát baj. De köszi! Köszi!
Átenged. Hadod, azért keve volt a legjobb. Keve adta. Keve? Nem a keve adta. Külön lesz majd ilyen szabályzat, hogy IRL streameknél... Keve legyen. 265 csomó. Alla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 l
mondott semmit. Apple, hívja már fel, hogy Apple. Nem. Itt erre, lehet ismerősnek üzenni az Alföldbe, amúgy nekem volt szorongásom ennyi embertől. De érted, így full random bazd meg, ide csapódnak ennyien. Hallod, lesz külön ember, aki fogja a kamerát mostantól. Jó. Egyszerre nem lehet ezeket abszolválni. Én akarom fogni, amíg nem beszélgetek, aztán neked is mennek vissza. Köszi szépen a donation, nagyon szépen köszi. Semmi, majd egyszer ezt elmondom. Most nem mondod? Nincs kedvem. Nincs kedved? Még ott menjünk. Még ott lesz internet. Jaj, meghaltam itt egy gyökér. Hallod, szerintetek ki volt a legjobb fej? Szavazzuk Keve. Keve, egyértelmű Keve. Azért Keve kurva nagy arc azért volt. Azért a Keve az ott volt. Szavazzuk már meg, srácok. Keve, Keve nagy arc volt, bazd meg. Plusz egy. Google plusz a értéke. De nem számítottál arra, hogy ilyen lesz? Nem. Nem, mert amikor Siófokon voltunk, nem jött oda de senki. De az volt a terv, hogy Siófokra mentek, és... Ezért de akaratján sem volt ott senki. Hát ezért, mert Siófokon voltatok végig a lábba, azért. Én max arra számítottam, hogy így mit tudom én tudod, így leszólítanak, és akkor így köszönnek, meg ilyenek. Ezért ez nagyobb város, mint egy akaratján. De az, hogy így érted, az, hogy hozzánk csapódnak, gengbe. Jó, volt, aki azt tudta, hogy itt vagyunk, csak így véletlenül látott magunkat. Ja, tudom. Nekem az azt tetszett, hogy Amondónak szólítottak. Kurva jó. Amondónak. Azt a kurva. Amondom, felmentek Pestre Pesti bűzni. A kedvencem az az volt, amikor így Sallai Márk, Pesti Pipi. Pesti Pipi. Instant, Pesti Pipi. Te Amondom, hogy egy Pesti Pipi. Na bum. De hogy így nem tudod kimondani egész mondatokat, ezért csak így Sallai Márk, Pesti Pipi. Ilyen random flashback. Pesti Pipi. 26.500 forint a bekerészet. Köszi szépen, Halapex, a $3. Köszönöm szépen. De nekem ez tetszett. Ugorjatok be a kórház utcába, sosem késő meghalni. Ez vicces. A kórház utca az nagyon durva? Azt megnéztük múltkor. A kórház utca? Aha. Megnéztük. Azt megnéztük, igen. Fú. Ez brutál volt. Azért ez... Ez megterhelő, mint a stúdióban lenni. Izomlázom is lett, ez nem emiatt. Visszaértünk. Ezt nem hiszem el, hogy visszaértünk. El sem hiszem, hogy visszaértünk. Átadom neked a... Stafétabot? Ha. Jaj, elfelel. Mindjárt beszállunk az autóba, Oh. Mama! Alma! Hello, Zoltán! Barbra Streisand! Ezt figyeld! Hát... Most merre megyünk? Igen, mondom, arra. Jó, így mondjuk. Egy lepke. Csak így mondjad, hogy merre kb. Arra. Köbb. Orra. Orra. Hív az Apple, és nem tudom fölvenni. Hív az Apple. Szegény. Sallai Márk. Pesti Pipi. Beleköpte a szemembe. Végre. Mondta, hogy lesz egy köpés. Kiderült. Mondta, kiderült, hogy lesz egy köpés. Kiderült, hogy ma kiköblek itt. Ah. Azért bazzeg, én zavarba voltam. Bazz. Megmondom őszintén, zavarba voltam. Eleje olyan volt, de aztán belelendültünk. Te megnyugtatsz. Én belelendültem. Amúgy tényleg, az, hogy te ennyire magabiztos vagy, megnyugtatsz. Ne viccelj. Leszarom a cringe, vagy nem. De tök jó amúgy, hogy tökön találkoztam. Igen. Meg be kell is szakmászatot egy picit. Csak meg kell szoknom azok után, hogy évekig egy stúdióban rohadtam. Ez azért nekem, ez egy nagy váltás. Hát találkozni hirtelen, személyesen. Hirtelen volt. Ah. Keve miatt már megérte. Hát persze, ne viccelj. 26.500. Mi 26? 27.000. Mi? Sallai a jó partner. 27.000 is fele. Jó. Köp vissza 27. neki, Sallai. Nem. Nem. Majd egy váratlan pillanatban. 27.000-et kerestem, és nem csináltam semmit. Köszönöm szépen. Hát de... Köszönöm. Az kinyomott. Azt mondta, hogy nyertem 27.000 forintot. Plusz az 50 dodo, amit tegnap nyertünk.
Mi? Keresed 40-re? Azt a kurva. Marci! Ezért majd ezért adjad a számlát, úgy tudja csak kifizetni. Most azt nem mondta, hogy tartozol neked 40 ezer forinttal. Fie, amúgy Beke, ezt meg tudjuk oldani, csak számlát kell róla adni. Ja, jó. Tegyük át ide, én azt mondom. Jó. Ez szopó. Marci, nyertem 40. Ingyen mentem Budapestre, ingyen mentem Budapestre. Jó drága szerint. Mivel mentél bazd meg Budapestre, hogy meg... Zavarba voltál, tökre nem látszott. Micsoda? Nem látszott. Nem, izé, hogy nem látszott, hogy Geci szégye és cringe állapotból. Segítsek? Geci, babám. Egy harmad havi fizetésemet nem tudom, vagyok, nem tudom, nem tudom befordít. De várunk már, ezt beszéljük igen, már át. Ez most ja, na jó, több. Egy negyed. Egy harmad havi fizetésem. Beszéljük már, most ezt most tényleg... Főhívott te föl, egyfolytában hívogatod. De akkor miért szuper cseten küldő onnan levon a YouTube? Tehát én erre most ráfizetek? Jó igen. Nagy geci. Én erre most ráfizetek, hogy a bekerek? Figyelj, akkor levonod a szuper csetből is. De most tehetek róla, hogy nem nekem küldi. Majd csinálok egy GoFundMe-t. Tényleg, tudja a számlaszámot, miért nem mondok díjegyből? Alap, inkább kiteszem mostantól streamekre a Bekének a számlaszámot. Okay, hallod, azért. És akkor lehet neki küldeni. Lehet neki küldeni. Tényleg, regisztrálod már ezt le kell nyomni. Bocsáss meg. Azt a kurva. Kurva jó, nem? Hallod, így nem látszódunk. Hát nem véletlen kapcsoltam föl. Várja. Nem baj. Jó, jöhetsz, jöhetsz. Jöhetsz, mert be akar ide, a ide akar beparkolni. Szóval jöhetsz, igen. Na, egy kis. Ezé, város. Ingyen jöttem Budapestre, ingyen jöttem. De ez már Kecskemét. Kecskeméten vagyunk, Kecskemétre bazd meg. Kecskeméten vagyunk. Kecskemétre jobban megéri lejönni, mint Budapestre fel. Itt több pénzt kerestél. Amúgy tényleg. Geci, akkor hogy jutok fel Budapestre, hogyha? Hát... Hallod, húzza a kocsit, bazd meg. A pénz? Azt a kurva. Mi? Ez sikerülni fog? Ez a manőver? Hogyne sikerülni. Ja, hogyha azt húzza. Nem húzza a kocsit. Mi a fasz? Benne ül a csám. Ja, jó, hogy benne ül, hát nem azért, hogy irányítsa, hogyha nem ül benne? Nem, sose láttam, hogy fingom nincsen. Nevessetek ki. Nem nevettünk ki. Én kinevettelek. De ez történt. De ahogy így reagáltam, már vissza is szívtam. Egyenesen. Ez brutál volt. Ez brutál volt nekem. De tetszett, ja, ezt, vagy nem? Tetszett. Hát nem tudom, nem kicsit tudom. Kicsit cringe volt, de elszoktál már tőle. Elszoktam, nagyon, igen, nagyon elszoktam. De mi is valahogy így találkoztunk, nem? Nem. De. Miről beszélsz? Hát a Bobinál. De akkor együtt kocsmáztunk. Igen. De hát az is ilyen. Csak én nem szopkodtam a faszodat. Csak kerestél 40 ezer forintot. Hát most hogy Apple adakozó kedvébe volt. Maradjunk itt, mert ne nézzék már meg, hogy bekélsz, hogy kell oda jutni. Igen, igen, jó. Tehát akkor most így leszünk. Mit nézel? De most ja, csak ezt a hosszú kommentet olvastam. No offense, de a csirke mutogatás már nem lesz ilyen sötétben. Ne. De geci vagy. Ne. De gecre kell téged vinni. Ó, bazd meg. Amúgy. Kértek volna. Hallod, itt Kecskeméten visszaszámol, mikor lesz zöld a lámpa? Hát a fővizéken. Mi a fasz? Szolnokon is van ilyen. Szolnokon is van ilyen. Ez ilyen high-tech hely, bazd meg. Itt izé kevesebb a jelző lámpa, aztán arra így telik. Hallod, ez most nagyon durva lesz visszafelé. Mi? Olyan sötétben? Hát nem, az lesz, hogy most itt most versenyt fogunk futni. Na nézd, a kiárási tilalommal. Nézd, itt baloldalt a non-stop. Ha végül nem is mentünk el a nagyihoz. De ide menjetek a non-stop. A non-stopba? De komolyan. De nem is non-stop, mert jépkor zár. De nem bányátok magunk. Bánya. Valaki azt írja, hogy ide járok suliba. Már 20-szor leírta. 50 egyszerre spameli. Ha lehet. Hallod, mi lesz szombaton? Már előre hát parázott. Merre mentek szombaton? 27-re lesz szombaton. Az még 27-re, igen, az 27-re. Igen. De az merre ment? Mert hogy random. Jó. De megjöttek. De itt ma vagyunk. Itt egy geci nagy McDonald's. Mert a logója nagy? Hát ez kurva nagy a logója. Gondolom akkor maga a McDonald's is nagy. Egy az egy az arányos a logójával. Hallod, én ide jártam iskolába, bazd meg. Ide. Ez a Mercedes-Benz Sportakadémiára. De ez nem akadémia, hanem csak... Rá van írva, ne hazudjál, Bekezsogolt, ott van az akadémia, ott van, kétszer is ki van írva, ne hazudjál, nem akadémia, háromszor van ráírva. De ez nem olyan akadémia, amire ti gondoltok, hanem itt játszanak. Ide jártam. Mi az, hogy játszanak? De bazdmeg, itt nem tanulnak. Én itt tanultam sokat az hát ez egy sportakadémia, bazdmeg. Rengeteg. Merre menjek? Egyenest, itt... Körforgalomban egyenest. Hát... Most mondtad, igen. De azelőtt. Jó, nem baj, egyenest. Most de figyelj, minden körforgalomra rá kell kérdezni, mert az egyenest az a körforgalom fölírja. Hallod, én ide járok suliba. Mától.
A mai naptól kezdve. De ez egy étterem, jó boldog, baloldal meg egy hotel. Én a Mekibe jártam suliba. Van ilyen Mekis egyetem. Megkegyetem. Megkegyetem. A gondolatom már 5 gram kokainnál jár. A feledés végére, és mikor lesz már vége? Én az ember vagyok, aki kínjában megkérdezi 50-szer, hogy na is mizubam. Igen, láttuk. És megkérdezted 50-szer? Hát meg 50-szer nem biztos, de 20-szor biztosan. Szegény, mennyire kínjöhettek. Hú, már fenn is van egy Insta Story-ból közös kép. Jaj, ne. Mármint, de jó! Kiklippelve. Hú, imádom! Kizé. Yeah! Hú! Mondjuk ebből nem tudom fel, hogy ki rakta ki, de be vagyunk jelölve a Beke Zsolt is. Te is, Marci, én is, figyelj, meg még a... következőnél jobbra, még indexelnek. Még a Zsuzsanna. Jó, megjegyeztem, látom. Nem kell megjegyezni, csak tudni. Látom. Ő kicsoda? Látom, merre megyünk. Most is jobb. A feledés végére, hogy mikor lesz már vége. Ez egy folyamat lesz, mire ezt újra megszokom. Hogy vezetni kell? Nem, a vezetés az megy. Valamilyen szinten. Mi van, nekem nem kell újra megszokni, mert ilyen még nem volt. Azt a kurva, de sötét van. Sötét. Mit mondasz? Olvadtak a lányok, érted? Olvadtak a lányok, érted? Érted, olvad. Remek. Az ott a sallai? Megkérdezték, én meg mondtam, hogy igen, az ott a sallai. Igen, látjuk. Hanem... Ja, azt láttam, a 4 srácokén nem jött oda. Nem mertek oda jönni. De már túl sokan voltunk. Jobb dolgok van. Akkor már többen lettünk volna, mint 10. Nem baj. Nézzi, hogyha jobb dolgok van, én nem mentél oda, hogy... Na, az most tuti, ismer. Hallod? Itt fixen... De ilyet gicire nem akarnék. Itt fixen el fog menni az internet, srácok. Már most mondom, itt fixen elmegy az internet. Ahol most vagyunk. Ja, már olyan kietlen utakon megyünk, bazd meg. Ez még mindig egy főúton. Ez egy főút? Bobby este 8-tól streamel Twitch-en, ezt a Instagramjáról tudtam meg. Akkor majd váltjuk egymást. Mentek a nagy Tesco-ba? Nem, de elmentünk mellette. Nagyon nagy élmény volt. Elon Musk kirakott. Azt mondják, jobbra vannak őzek. Igen, itt vannak őzek. De minket látnak ők is. Tényleg vannak őzek. Itt már nagyon, már besötétedett stream közben. Most konkrétan lékeljük a ezért. Mit? A Bekét, a de sötét. Honnan tudta, hogy őzek? Nem tudom, hogy minket lát. De most az sem, hát lehet, hogy így kikalkulált, hogy nagyjából hol tarthatunk. Igen, lehet. Meg mondta Beke hangos, hogy jobbra-balra, ezt így gondolatban már követnek Google térképen. Az kajak. Beke hazudik, milyen főút? Hát ez ilyen főút. Kam. Hát nézd már, jó az út, akkor főút. Ja. Azt is live, egészen Pestig megy a live. Pestig fog menni a live. Egyenesen Marci, majd a másodiknál. De ez, hogy, hát ja, a második jaj, lehet egyenes. A másodiknál egyenes, tehát a körforgalomba? Igen. A második lehajtó? Nem. Azt mondja, a körforgalomba egyenesen. Akkor most csak így menjek át a körforgalomba? Persze, gyors, jó, okay. Shortcut. Hát nem igaz, hogy nem érted. Szél Tamás. Hunor Asszira még mindig pólóban van. De bár remélem hazaért is otthon is. Mert otthon azért póló, az azért megengedett. A gond... Alatt, a figyeljétek, halljátok, hogy indexelek? Jó. Így kell csinálni. Na itt fog elmenni az internet a gecibe. Kecskemét. Hát vége a kecsónak, és hallod, bekénél alapból nincs soha. Srácok, már most köszönjünk el, mert itt biztos el fog menni. Bekénél alapból nincs soha, pedig oda be van kötve a kábeles. Azt mobilnet. Haszta kurva. This is the... Biztos erre kell menni? Nem. Komolyan mondod? Nem. Hallom, most azt nem... Nem, a két nem az kiállokolta, azt mondta igen. Bazd meg. Dupla nemet. Erre lakom. Szerinted most azt mondanám, hogy nem erre kell menni? Akkor most nem mennék haza. Szopasd meg magad. Érted. Jó tanács, nem? Tudtok felolvasni ilyen csetet valaki? Jaj, persze, igen. Pápá, eladó Beke címe 40k. Mi a fasz? Ki írta ki? Ankárki volt megölött. A Noszlopi G-park. Most remegünk, ezt nem látok. Megvakulok, ha nem. De hallott, pont szereztem 40 000-et mai nap. De ne idegesítsetek! Ne idegesítsetek már ezzel, hogy 40 000 forinttal tartozom a Bekének, bazd meg! Ezt most realizáltam. Na, ez jó, csatlakozz a Discord közösségünkre, az http://discord.gg/QUPFAWH. Ez jó. Még mindig nem ment el az internet?
Mitől van ilyen sötét? Este van. Fasz meg. Hát mi a fasztól lenne ilyen sötét? Vörös Marti út. Úristen, lékelnek itt címeket. Kecsóunk vagytok még? Hát most már most hagytuk el. Most már nem ott vagyunk, de nem tudom, hogy hol vagyunk. Azt sem tudom, hogy innen hogy fogunk visszajutni. Egyszer eljöttétek Budakeszire spanolni. Budakeszi az közel van. Ugyanerre jövök vissza? Jó, oké. Hát nyelet, mert nyomok egy térképet azért. Inkább nyomj már egy térképet. Mármint most még nem, majd amikor... Majd ott, igen. Amikor ez lesz... Moszkva? Igen. Meglep, hogy még mindig van internet. Megmondom őszintén, én ezen vagyok kiakadva. Cheturbate Minecraft szerver mikor lesz? Föl van kap... Nem fogom fölkapcsolni a lámpát a kocsin belül. Ja, az fasság. Menjetek Szolnokra. Majd lesz olyan is. Szolnokra is megyünk majd. A feledés szélére. Eddig volt internet, már nincs F. Jó, hát vigyelj, nálunk még azt írja, hogy 18 FPS. Mondjuk az már laggol akkor. Hallod, egyszer megyünk nyaralni Tiszakécskére. Az milyen? Ezen az úton fel tudtok menni az S-tag és puszil, és most már F. Nye, tudom, hol laksz, bekény. Fogynak. Visszatértünk. Azt írtam mögöttünk lévő kocsiból don ételt. Aztán azóta meg már lehagytuk a gecibe. Lelassult. Te rájött, hogy nem erre lakik. Dudáljon kettőt. Ha tényleg onnan don étel. Most már egyre parább helyeken vagyunk. Beértünk. Bejutottunk. Itt lakik a Beke. Kötőjeles. Hallod, város. Itt egy fullos mobilnet van a városban, oda. 5G, durrant az 5G. Durrant a 8G. Hát itt már 8G van. Ki vezet? Ez sötétség. Autopilóta erre kapcsolta Marci. Most nem vezet senki. Autopilóta megy. Magától megy. Város. Bejutottunk a városba, ezt értem. Város. Hát ez város, nem? Nem, falu. Mi? Város, de hát izé, hagyjál, a kurva jó benzinkutatók van, megy már. Hát ja. Hallod? JNT benzinkutató. János és Tamás. Hova menjünk? Egyenesen. Jó, oké. Ez egész egy egyenes város. De nézd, mindjárt bemutatom azt a templomot, amit mondtam, hogy honnan. Posztraumás stressz-szindrómán volt attól, ami történt. Azt se. Neked? Aha. Nem baj, szereztél te is 40.000 forintot, mint te. Kobi vagy Kopci templomot elhagytátok már? De az minden faluban van, bazd meg. Ezzel nem szűkítette le. Temető kitáblázva kurva nagy betűkkel. Most tudják, hol vagyok. Mert nincs is neve a temető, csak ennyi, hogy temető. Miért lenne neve? Hát mit tudom én, de Szűz Mária temető. Figyelj, ahol ez csak egy temető van a városban, nem nevezik el. Sültes! Hamburger. Ez nagyon jó hely. Dupla húsos. Hamburger, ez nagyon jó hely. Sötétek. Hallod, most sötétek vagyunk, mint az éjszaka. Szociális szorongás. Az éjszaka. Miklós Gyula. Megyek haza. Ez nem szociális szorongás, hanem attól a ténytől, hogy oda gyűlik
15 random ember, akit nem ismersz. Nézd, mondjuk de ez egyfajta szociális szorongás. Hát azért a kevét azt ismertem. Kevét azt vágtuk, de ez egyfajta szociális szorongás. Ez olyan fajta szociális szorongás, amivel a legtöbb ember nem szembesül soha. Nálunk van ilyen kóp. Figyú, fullos ez a kóp. Olyan szar kópokat láttam eddig. Ez fullos. A gondolatom már 5 gram kokainnál jár. De nézd, itt lesz jobb oldal. Belül sötét ebbe. Itt a templom, amit mondtam. Igen, itt most van. Most hagyjuk el a templomot. Gyönyörű, ez nagyon szép. Nagyon. Hallod? Az egész csávó egy hatalmas világító mellény volt. Felhúzta. Háború és mindig, beke. Még mindig egyenesen? Igen. Norbert írja, hogy szia Bence, mosolygó smiley, ezt üzeni innen az autóból. Haladjunk is tovább, Kovács Máté mondja, Bekétől kinek ne jönne ki a szorongása? Nagy iga. Igen? Hallod, meddig megyünk még? Majd mindjárt mondom. De mondjad időbe, bazd meg. Kopci azt írja, szándékos, hogy nyomtatok, hogy tudjuk merről, akik a beke. Hát de figyelj, most mondjuk fontos, hogy itt adjuk el a kópot, a izét, a templomot. Aki erre lakik, az biztos tudja. Jó. Meg az internet ment el. Jó. Beke, nem ilyen hosszú a falu. De ez még mindig az. Csé, Kritya írja, hogy puca. Nagy iga. Mindjárt balra, még menj el. Kovács Máté üzeni, Mátétól Máté vagyok. Mindenki írja le, hogy honnan nézi. Aztán mérlegeljük, hogy hol vagytok a legkevesebben. Basz ki az indexet balra. Basszam ki balra az indexet. De ez azt jelenti, hogy... Még ott van egy busz megálló, és az hát a mögött lesz pont. Hát a mögött? Ííí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 í Bar. Ez egy utca? Igen. Úristen, bazd meg. Hát nem láttam, bazd meg, olyan sötét van. Pécs. Nem láttam az utcát. Azt a kurva. Cegléd, otthon, Szekszárd, Lipó, Ráckeve, Pécs, Kolozsvár, Fertő, Debrecen, Szeged, Szerbia. Az nem egy város. Balra. Tatabánya. Balra? Még egy Pécs. Városföld, Duna City, Duna New City, Dunaújváros, oké. Innen balra? Pápa, Kakucs, Pécs, Csepel. Itt még van internet? Srácok, itt még van. Hallod, egy földúton vagyunk. Aztán, mint a nem voltam még nálunk. De ebből az irányból még nem voltam. Itt még van internet. Azt van, a kurva. Van. Ezt nem bírja a kocsi. Földút. Ezt nem bírja a kocsi. Pécs, még egy Pécs. Nyíregyháza, még egy Pécs. Azt a kurva. Tiszavásvári, Szívecske, az nem egy város. Úristen, nem látok semmit. Bazd meg. Terepjáróval hozzuk legközelebb a Bekét. Hol a faszba vagyunk? Hallod, itt nem akarsz kiszállni, az... De múltkor, amikor 5 centire voltunk, azt mondja, hogy még 30 percre vagyunk, vagy 20 percre. Figyelj! Itt leszünk, nem? Itt laksz. Nem. Azt a kurva. Hogy érzitek magatokat? Te kezeket a magasba! Balra, itt ez. Melyik? Ez a ház? Úristen, ne száguldozz, mindjárt elhagyom. Hallom a csirkéket. A csirkéket. Na, sziasztok! Sziasztok! Most felkapcsoljuk a lámpát. És líkeltük az arcunkat. Így nézünk ki. Oh my god. Tududum. Ez a kórház út. Hallod? 3, 2, 1, 3-ig fogok számolni. Inkább el kellett volna összemondanom, mint visszaszámolni. 3, 2, 1, 3-ig fogok számolni. 3-ig fogok számolni, és személyiséget cserélünk, jó? Azt nem tudok. De tudsz. Jó. Soha 3... buzinak kell lennie. Szevasz, Beke, szia! Ja. Örülök, hogy hazahozhattunk. Még egy vlogot még? Tényleg, szívesen a Mekis kaját, szívesen a fuvart. Amúgy azért, semmi gond. Tényleg egy csomó pénzre tartozol nekem, mi az, hogy 40 ezeret kerestél? Mi? Tényleg? Igen. Jó, Meki, az ivásza, a két sör. Feljön a Beke Budapestre. Feljön a Beke Budapestre, és visszaér úgy, hogy 60 ezer forintot keresett. Nem, csak 40. És a kaszinós? Azzal együtt, az 14 ezer forint, meg most 20-valamennyi, az 40 úr. De azért nem mondnál azt, hogy teljesen leúztalak, mert fizettem. Jó, nem húztam. Én azt mondom, én azt mondom, hogy teljesen leúztál. Jó, levonnánk pár ezer. Engem biztos, én azért egyetértek a jó hangot. Engem teljesen leúztál, az azt biztos. Azt mondja, vonjunk le pár ezeret, azt mondja. Igen, vonjunk le a sallagot. Be kell baszd meg, ül a háttérben. Mi az a PC-od? Ja, és még kapott egy számítógépet nem is. Jó, tudom. De brutális a pali. Brutális a pali. Nem, amúgy ez nem a Beké
valakinek a számítógépe. Ővön aluli beker. Ez privát, nem ez a sztori. Mm. Jó, jó. Privát nem is számítógép. Ezt nem meséljük el. PC, privát komputer. Hát jó, nem tudom, itt ezért. Maradjunk már még kicsit. Út közepén? Mondjuk ez nem út. Maradjunk még egy kicsit. Jó van. Szia, zsekebolt. Valaki segítene pakolni? Tudod, mi volt a legrosszabb? Amikor elköszöntünk, de még jöttek. Ja, de amúgy ők mondták nekem, hogy azért jönnek még arra, ja, arra van dolguk. Mindenki, ja, hogy szóval én nem köszöntem el tőlük. Én elköszöntem. Én azt hittem, hogy ott a vasútállomásnál van a köszönés. Hát jó, de ő nekik nem ott volt dolguk, csak elkísértek. Ja. Hát miben? Nem amúgy. Mi a faszban kell segíteni? Hát nem tudom mégis. Elvinni a szajrét? Rengeteg pénzt, amit kerestél? Mindegy, majd felírom a noteszomba. Be vagy egy notesz? Van noteszod. Hát tudod, ahova írom. Hogy akinek nincs esze, legyen notesze. Ezt mondta mindig a német tanárom. Hát, hogy mennyivel tartozik? Mennyire igaza? Mennyien tartoznak neked? Ettől kézzel 20 embernek van tartozik. Sziasztok! Nagy táskát itt hagyta. Nem hagytam itt. Szia, Beke! Jól, én nagyon jól éreztem magam. Mondjátok meg Bekének, hogy szeretem. Szeret a kalapos Zsófi. Szeretünk, Beke. Én is. Nagyon jó volt veled lenni. Szia. Jól éreztük szia, magunkat. Hú, milyen faluszag van. Faluszag van. Nem csukta be jól az ajtót. Konkrétan nem csukta be jól az ajtót. Jó, az közelebb van, mint vittem. Csak nem csukódott be. Becsukod? Baszd be! Jó, ez jó. Jó volt, jó. Tehetséges. És most elütnénk véletlenül. Hol van, baszd meg? Hol fasz van az? Nagyon félek. Ja, balra, aztán jobbra. Csak azt néztük, hogy elüssünk véletlenül, mert nem látszott balra, sehol. Balra, jobbra. Most itt balra, jobbra és egyet. Szia! Ja, beírom GPS-be, baszd meg. Most itt balra, jobbra. És így tolat, elkezdünk tolatni, és így... Hallod, mennyi az idő? Haza kell érnünk 8-ig. 8.40. 18.40. Úristen! Na most lesz para, baszd meg. Ez pont izé hazaérés idő. Most végig a másik nézet lesz, amikor kiértünk, mert így nem jó. Lehet látni semmit. Jó. Ez para. Jaj, beírok csak úgy, hogy Budapest, aztán majd ott úgy persze, tudjuk ott már úgy, a Budapesten már tudjuk mi a pálya, az autó pálya. Az autó. Azt a kurva! Lázusom. Milyen kátyú, bazd meg? Ez egy stressz tesz, hogy elbírja a kamerát, ez az új cucc. Jézusom, ide egy stabilizátor nem lenne jó. Amúgy, bazd meg, az most... most 500 ezeres stabilizátor. Anyád! Azt a kurva! Amúgy a stabilizátor az most így megbolondulna, és így elkezdene pörögni, mint az állat. Mert nem milyen utakon kell menni Bekéhez, bazd meg, ez az egész egy kibaszott egy hullámvasút. Amúgy fixen az, hogy ez egyetlen egy földút, és most mindenki tudja, hogy hol... Nézd meg, itt meg már le van betonozva, bazd meg. Igen, mondom, ez egyetlen egy földút, és mindenki tudja, hogy hol lakik. Hát mindenki biztos nem. Jó, nem, aki erre van. Amúgy igen, és majd az utca végén jobbra. Na, itt, szerintem itt már átmegyek a másik nézetre. Jó. Ennyiből még nem lehetek tudni, hogy valami. Ennyi. Ez a másik, egy kicsit többet láttok, mint az előző nézetben, az fix. Na. Baszd meg, ott hagytuk a Bobit! Ne! Hallod, a Malomba ott hagytuk a Bobit. Baszd meg! Menjünk vissza. Ő bement velem a WC-re, és ott felejtettük. Ott hagytuk, hallod, kértek egy kis vizet. Aha, köszi. Na itt jobbra. Itt jobbra, oké. Okay. Lecsavarom. Meg majd ez egy kanyarodás után érdemlet ki csak. Még nem érdemeltem? Még nem. Para. Tessék majd. Kibaszott kurva életben, megint elhagytuk a Bobit. Hogy lesz így neki 8-kor live a Twitch-en? Még egy kicsit iszom. Jó. Olyan, mint a lejtene az út, de amúgy nem lejt ennyire, mint amennyire a kamerából úgy tűnik, hogy lejt. Hallod, ilyenkor ki van? Fittikém? Kéne rögzni! Ezt később próbáljuk meg újra! Ez volt a kedvenc számom. Itt azért megmixelik a dolgokat. Azért ez kurvára adta. Főleg, amikor ez volt egy hallod? El fogunk menni a Google térképen az Osana áruház Kecskemét A betűje alatt. Igen? Igen. Az jó. Azért ez nincs messze. Autóval neki ez 10 perc lenne bejárni. Karantén karácsony maradja a picsádon. Hú, amúgy én egy kicsit parázok este ilyen vidéki helyeken, megmondom őszintén. A pályát nem kell. Most lehet jönni azzal, hogy budai snob, meg pesti proli. De van ebben valami hátborzongató, hogy alig van kivilágítás, van egy főút, ahol mindenki gyanús.
Éjszak alapból mindenki gyanús, de ilyen helyeken még százszor jobban. Vágod, amikor... Azt a mekkora biciklizés van előttünk. Azért tekeri keményen. Hát ezt azt nagyon megküzd vele. Hát ez egy ilyen fókusz riportalany volt. De amúgy, szóval azt akartam kérdezni, vágod, amikor a kezd helyéről, amikor aludtál a nagy 24 órás nagy túra. Én csak így hívom a 24 órás túrorodi túra. Szóval akkor kezdtén elaludtál, és utána mentünk a következő megálló, nem tudom mi, és akkor így random mentünk a keci sötét úton, akkor így random egy rendőr vagy valamilyen fura kocsi így állt egy helyben, aztán egyszer csak követni kezd. Na az volt a para. De így a városban szerintem az nem az. Csak ilyen kihalt utcákon, ami nem a de kihalt utcák, nem az autópályán, hanem a város az. Képzeld el a szituációt, kihalt utca. Na. Kihalt utca, és szembe jön bazd meg veled egy ember. Mi a fasz csinál? A kinda sass. A yeti. Kinda sass. Mit sétálgat itt a zebra? Sajnos nem is a zebra. A zebrától 2 méterre. A zebra mellett ment a kút. De vajon 19 vagy 20 óra után mekkora forgalmunk van? Szerintem amúgy vissza fogunk élni 8-ra. Srácok! De ez para volt. Itt vagytok? Á, visszament 0-re. Egy pillanatig volt csak 20 FPS. Majd írjatok, hogyha itt vagy. Itt vagytok, srácok? Itt vagyunk. Visszatértünk. Hallod, ez előbb valami megmagyarázhatatlan dolog történt. Egy random csávó világított ilyen furcsa pózokba telefonja. Itt az út szélén volt egy csávó, aki félmeztelenül pózolt és magára világított a telefonjával. Az magára világított? Nem, a haverja világított rá, és ő meg pózolt félmeztelenül. Ez ilyen fotózkodás. Ez mi a fasz volt? Legújabb Insta sztori. Visszaesett az FPS megint. Nem. Vagyok, visszajött, jó, nem. Itt vagyunk. Hála az égnek, megnyugodtam, hogy itt vagytok. Jézusom, nagyon be voltam szarva, hogy nem vagytok itt. Hát amúgy nem ettől volt ebbe szarva, hanem a csávótól, aki az út szélén pózolt. Hát az is para volt. A pózolj tehénnel verseny második helyzetét láthattuk. Pózolj tehénnel? Volt egy ilyen? Ez a mizé. Vissza. Alad itt van alattam a kabát. A kábel? Abban meg a kábel, valahol a zsebében. Zsebé. Remélem abban. Amúgy abban ebben a zsebben. Ebben van. Abban van a powerbank. Bang. Meg a kábel. De powerbankben vagy a kocsiban? A kocsiban. Mármint ilyen powerbank, be is bedughatunk. Ne. Mert abban van bedug. Hát tudom, mert azt hittem kelleni fog, de jól bírta. Hát nem voltunk sokáig. Visszatértünk, srácok. Na bocsi, csak még itt matatok a váltó. Egy kis matatás következik. Hát ez nekik klub, klub matatás. Az mekkora klub? Hú, most. Jó, középen van. Megvan. Itt most valami lesz, valami bukkanó. Bütyök. Valami bütyök? Hát nem, csak be oda világított a csávó autó. Ja. Mondom, para ez, bazd meg. Hát, kicsit rászkódásom. Na jó, majd a körforgalomnál
ami odébb lesz a harmadik kijárat, de akkor is mondani fogunk. Addig egyenes, amíg nincs körforgalom. Hol lehet kapni klubmatét? Hát mi Pesten ilyen éjjel-nappali boltokba találunk általában, meg ilyen kézműves pégiségekbe és kávézókba, szóval ilyen... Ez kijön? Nem, jó. Szóval, hogy ilyen nagyobb boltokba nem lehet kapni. Visszaérünk. Mennyit ír? Hány perc? Ezért. Hát... Mivel nem nyomtam rá a... Na, mindjárt kiírja. Egy órát ír. Tökéletes. Teljesen korrekt. Valami nagyon hosszú üzenet van, ezt nem tudnád felolvasni? De! Márton, küldenék egy videót, amiben egy süttyó ember táncol, és amíg utaztok, addig megnézhetetek és próbáljátok meg nem cringe-elni, kihívás. Nem fogunk videókat nézni. Nyilván majd itt elkezdek videót nézni vezetés közben. Jó, itt van, itt vagyunk már, itt izé van, körforgalom. Na igen, és a harmadik kijárat. A harmadik kijárat. 150 tempomatba teszem, laza, 45 perc azt írja. Harmadik kijárat, harmadik Béla körút. Alright, alright. Vettem az adást. Itt ez a nyugati körút. Kátó. Kátá. Három. A Széchenyi város következik. És aztán a kövikörforgalom, ne? Is. Harmadik kijárat. Nézzetek Barni videót. Nem nézzük videót, bazd meg, miközben vezetek. Retkes a kijelzés, hallani, meg ez nem egy kijelző. Milyen kijelzőre gondolsz? A szélvédő a kijelző? Hallod, ez egy LED kijelző. Ahogy egy tévét nézünk. Azt sem tudom, hogy hol vagyunk. Lehet csak egy szimulátorban ülünk végig. Azért. Hozz egy ablak spriczt. Ne, hallod, most nem akarom mondani live-ba, de kifogyott. Jó. Kifogyott az ablak spriczelő. Ezt kivágjuk. Ezt majd kívánjuk. Még egy hosszú komment. Nagy Márton csak is fánkot nyújt feléd, mindössze 300 cseh koronaért. Elfogod, igen vagy nem? Mi? Igen. Mennyi cseh korona? 300 cseh korona. Az mennyi forint? Mindjárt nézem, amúgy attól mindjárt jön a körforgalom. Azt meg magamtól se fogadnám el. Nem, srácok, most, hogy nincs itt a Beke, lehet úgy is donételni, hogy ne kapja meg a felét, csak mondom. Erre is van mostantól lehetőség. Hogy nem kell odaírni, hogy a fele a Bekéjé, mert... 4100 forint. 4100 forintos fánkot nyomok random emberek kezébe? Bazd meg! Az milyen fánk, bazeg? Aranyból van? Aranybulla, aranyfánk. Ő az Iron Lady, az egész ország nézi. Na, itt is harmadik kérdés. Aranybulla, aranybulla, ússzál gyorsan, a legjobb ebben a sportban. Aranybulla, aranybulla. Harmadik kijáratnál forduljon jobbra. Kettő. Ki esett a... Nem a telefonom, mert a zsebemben van. Mi esett ki? Mária hegy! Itt megint nem biztos, hogy lesz internet. Ez olyannak tűnik. Előre elköszönök. Előre is elnézést. Azt a kurva, egyre rosszabb! Hallod, ez egy olyan útnak tűnik, ahol kurvák vannak szerintem az út szélén. Akkor megállunk! Akkor megállunk! És az első. Ez egy kocsi. Ó, azt hittem, hogy ez egy... Ne szívassam, hogy így kell fölmenni bazzeg a strádára. Itt kell, itt megyünk egy 20... Ja nem, ez nem némire hány percig. Hol a faszba vagyunk? Majd ott így vezet fel a pályára. Hol a faszba vagyunk? Bebuktad, Marci, fele a sallaié. Köszönöm. Aj, bazd meg! Ez nem így működik! Nem így működik! Szerződést kell írni! Nem így működik! Kiszámlázom. Kiszámlázod? A 200 forintot? Persze. Jó, számlázz ki. Fontos, hogy minden egyes bevétel el legyen könyvelve. Így. Köszi amúgy, nagyon szépen köszi a 400 forintot sallait. Kecskemét most hagyjuk el! Na. Mostantól nem lesznek. Egyre rosszabb. Ó, itt jó az út. De nem jó, bazdmeg. Hát nem fér el két autó egymás hát mellett. Hát legalább... Hát konkrétan nem fér el egymás mellett. Hallod, félek. Bazdmeg! Nyugi, ez csak egy 10 perc. Egy... Mizért? Ki? Le... Egy... Ennek a duplája sallaié. Ennek összi a 400-at, Erik Lemos, 800-on lúg. De ne! Bazdmeg, még tartozok embereknek. Hát agyam eldobom. Ilyenek az ember ismerősei, meg barátai. Mi csak ilyenek? A pénz. Csak a pénz. Kihasználnak a pénzért. Pénzkeresen belőlünk. Igen, és?
kihasználok a pénzért. Agyom eldobom. Amúgy itt a Suzuki Swift az nagyon el van terjedve. Ez egy stábautó. Kurva sok Suzuki Swiftet láttam. Tehát ilyen egyenes arányban nincsen azzal, hogy milyen sokat láttam alapból mondjuk Budapesten. Most ez mi? Vége az útnak? Most ez mi a fasz? Lejtő. Sallai, hova viszel, bazd meg? Ezért fel a pályára. Fel a pályára? Az autópálya? Bizonyám. Az autópálya. Itt 40-nel lehet menni, bazd meg. Hát akkor bum, mennyi? Ez most mi a fasz? Sallai, neked is kéne egy kis noteszbe vezetni ezeket, mint ahogy a Beke. Hát figyelj, jó ötlet. Nem, én megjegyzem. Hallod, itt lefulladnánk, geci. Még közel van a Kecskemét, gyorsan kiérnének. Be vagyok parázva. Nyugi, mindjárt izét. Ez arra emlékeztet, amikor Afrikában, amikor éheztem. Szenegálban voltunk Afrikában, és beragadtunk a szavanna közepén. Mert az az ötletünk támadt, hogy milyen lenne még éjszaka elindulni be a rezervátum közepére, és akkor majd ott találni valami H, ott volt egy H betű a térképen, azt gondoltuk, hogy akkor az egy hotel lesz, majd megszállunk ott. Házikó. Na most igen, a H betű az nem hotelt jelzett bent a dzsungel közepén, vagy mi a faszon volt az, ezért a földút mellett kellett aludnunk, miközben mindenhol ilyen kibaszott brutál vadállat hangok voltak, meg majmok ugráltak az autón. Gecire be voltunk szarva, másnap reggel fölkeltünk, és kiderült, hogy a H betű egy katonai bázist jelzett, ahol katonai egyenruhába öltözött Szenegál harcosok lettek. Harmadik kijárat lesz. Ez csak a Sallai. 700 forint, köszi Zoltán! Zoltán, köszi szépen, hogy tartod a Sallaiba a lelket, hogy ebből kap bármennyi pénzt is. Harmadik? A harmadik. Viszont a korlátlan mobilnet ára, amit a mai napra is megvettem. De mondjuk ebben amúgy nem az volt a legparább, hanem az, hogy utána, miután fölébredtünk a bázison, hajnal 6 körül, mert a kocsiba kellett aludnunk. Igen. Utána az volt az ötletünk, hogy akkor már, hogyha itt vagyunk, csak bemegyünk állatokat nézni ebbe a szavannai részbe. És bementünk, és befele menet, kiderült, hogy egy tiltott helyen vagyunk. Jött szembe velünk egy terepjáró, ami a terepjáróról leszállt három. Megelőznek, ezt nem hagynám. Ezt a pénzt benszülött válnának küldön. Köszi, Orbán Csaba. Mindenkinek tartozni fogok, bazd meg. Mindenkinek tartozni fogok. Szóval bementünk, kiderült erre a tiltott részt, és ez onnan derült ki, hogy egy terepjáró jött velünk szembe, hajnal 6-kor a semmi közepén, leszállt róla 3 AK-47-es fószer. Mi a fasz? De volt velük egy francia csávó. Azóta se tudjuk, hogy mi a fasz történt ott, vagy mi a faszt akartak. Simán lehet, hogy illegális vadász. Illegális. Az is lehet, hogy ilyen illegális vadászokon ütöttünk. És kölyök azon agyaltak, hogy mi a fasz legyen velünk, mert lebuktak, vagy valami ilyesmi. Szóval geci para volt az egész szituáció, és akkor ez a francia csávó, ezzel angolul kommunikáltam, és akkor megbeszéltük, hogy akkor ők kivezetnek minket innen, de végig gyalogoltak mellettünk az AK-47-es faszik. Geci para volt a szituáció. Szerintem itt nem fog majd történni ugyanez. Most Budapest felé megyünk? Igen. Jó. Pálya. Biztos, hogy Budapest felé? Persze, ott volt a Budapest tábla, miközben meséltél geci hangosan. Amíg ordibáltál, addig a Budapest tábla. De még nem, amúgy még nem ez volt a vége ennek a sztorinak. Jó. Hanem az volt, hogy ezen a földúton, ami keresztbe vágta ezt a szavannai részt, ezt ilyen kamionok használták áruszállításra ezt az utat, ilyen brutál nagy kamionok. Na és akkor visszafele mentünk erről az útról reggel, ami után ezt az egész kalandot túléltük, és egy olajszállító, bazd meg, olajszállító kamion keresztbe felborult az úton. És ilyen 500 méterre ki volt folyva az olaj mindenhol. Ott agyaltunk, bazd meg, egy 20 percig, hogy akkor most átmenjünk, vagy ne menjünk át, és várjuk meg, hogy mi a fasz lesz. Keci para volt. A pálya, az autópálya. Hallod, nem teszed be? De. Most már nem kell. Ja, most már egyenes. Most már egyenes az út. Marcinak elég jó képzelő ereje van. Hallod, Laura, ez megtörtént. De az előbb én azt olvastam, hogy most ön unatkozik, vagy mi? De ez megtörtént, amit meséltem. Ez így, ahogy mondom, megtörtént, amit meséltem, amikor Afrikában voltunk.
ez nem kamu sztori, ez megtörtént. Mi visszatértünk, itt vagyunk, láttok minket? Gyaloglás vége. Gyaloglás vége. Köszi a választ. Amúgy az a válasz, hogy mert mindig a mamára gondol. József Attila mindig a mamára gondol. Ah. De bazd meg, amúgy az előző sztorit azt nem kitaláltam. Te ezt elhiszem. Már voltak egyéb sztorik is, kicsit unalmasabbak voltak, de ugyanerről a kalandról szóltak. Köszönöm. Titeket nem látlak, de az utat igen. Mert az utat videózom. Ja. Sallai Pesti Bibi. Bobinak és a Bandinak van egy közös gyereke. Aki most például egy egyetemre hamarosan. Ezek szerint. Kicsit visszavett az FPS-ből, ja, 5 FPS. Nagyon harcol. És valahogy pörgetsz egy-kettőt hazáig PokerStars-on. Nem. Meghal. 4, 5. Harcol. Küzd a FPS-ek. 2, 4, 1. 18. 26. 1. 28. 29. Megnyerte. 30. Megnyerte a mobilnet. Visszatért az FPS. Megnyerte a mobilnet. Megnyerte. Megnyerte a harcot. Most jöttem. Ki vezet? Autopilóta. Autópilótán vagyunk, egy Teslában ülünk. Apple az nem hagyta, hogy csak így leelőzzék, és még a net sem ment el nála. Másfele mentünk. Megint küzd. Megküzdött. Nem, 30, megvan. Mint egy átmentek a szembesába, mint a román kisbuszos. Kocsiba be. Igen. Meg nem jutottunk el a refrénig. Nem, mehet is. Zato pálya. Meg Szocsi. Beke Zsolt, sziasztok! Szia Beke! Rég láttunk.
Hoppa, sebességmérés. Kibaszott mérés. Anfield másik nagy reakciója. Nagyon nagy. A kibaszott mérés című zenére. Az milyen reakciók voltak már? Nagyon semmit nem mondod. Legnagyobbak. Dénes vélemény. Nekem már túl sok. Ez egy Kecskemét speedrun volt. Mikor értük oda? 5-kor? Igen. Azt 8-ra otthon leszünk, bazdmeg. 2 órát voltunk. De nekem bőven elég volt ennyi Kecskemétből. Ehettünk volna ott egyet, de hát igen. Kocsi. Jó gép kocsi. Jó gép kocsi. Feljöttek mondókonkhoz. Deák Máté, Strádán megyünk, bazd meg. Strádán megyünk, nincs szembe sáv a Strádán. Mire gondolsz? Elválasztó, van egy baszott nagy korlát, ami elválaszt a szembe jövő forgalomtól. Sose volt még kint az utcán, nem tudhatja. Belső meg külső sáv van a Strádán. Mi a fasz? Strádán vagyunk, baszki. Már hazafelé megyünk, ja. Jó kép kocsi. Kép kocsi. Jó kép kocsi. Hallod, rühös fog. Nem találtunk ki. Egy rühös fog szint. Az izé copyrightos, mint az állat. Ja, akkor adjuk. Nekik van kiadójuk, nem mindenki. Akkor nem tudom. Hallod, hogy brüm meg a kicsike, hallod? Brüm, brüm. Brüm, brüm, brüm. Brüm meg a kicsike. A Ford az jobban megy, mint az Apple Mazdája, bazd meg. Apple-t az úgy, hallod, leszorítanám az útról. Konkrétan le lenne szorítva az útról. Ütköznétek. Várok még pár napot? Mire vársz? És a Beke, mire vár pár napot? Mire vár pár napot? Hát ugye itt felejtette a pénzét, és arra vár meg. Pont, hallod, megkereste azt a pénzt, amiből meg lehet élni Magyarországon, 47 ezer forint. Az mekkora mém volt régen. Az nagyon nagy mém volt. Na, mi a fasz van? Kérem a benzin. Visszatértünk megint, egy kis erdős övezet volt. ST22 Marcika.
szállítjuk az árut Pestre. A porcelán gyűjtemény megy haza. Benzin kút! Benzin kút! Benzin kút! Benzin kút! Benzin kút! ...1998 Toyota Supra RZ. Köszi szépen a tagságot! Amondó. Még vezetés közben is megköszönöm. Még vezetés közben. Jó fej vagy. Szeretném ezt külön hangsúlyozni. Vicces vagy, Beke. Pest megye. Pest megye. Tanuljatok robotikát. Ezt írja Kipu. Sallai és Marti az autópályát szelik, miközben Beke a számba vereget. Ide-oda. Ide-oda. Beke, ide-oda. Ide-oda. Bobek meg Keve itt van hátul. Kevét elraboltuk. Keve is jön velünk. Mekkora lenne, ha a Doné gyorshajtásra menne el? Vicces lenne. Az vicces, nem? A büntetés. De úgy, hogy amúgy meg 110-zel megyek, bazd meg. Itt döcögök. Itt döcögök. 110-zel döcögök. Hát mindenki leelőz, nem látjátok? Őket basszák. Nekik több donét van ezek szerint, úgy hajtanak, mint aki nek nem számít. Én betartom a szabályokat. Mi volt a neve a tegnapi Molnár Krisztián Fateles zenén? Azt hiszem, annyit írtam be, hogy Fatel. És kiadta. De ha jól tudom, akkor a Fatel kipróbáljuk. Ez lesz a címe. De azt már kitaláltuk a József Attilásat, mert folyton a mamára gondol. Ebből milyen szabályt a 130-os szokaszunk? Hát igen, a 110 az a szabályt betartja a 130-os szakaszon. A 110 az tökéletes. Érted, itt van a kis platós autó. Így tovább tart a live. Szelíden elkezdek indexelni, nem megyek rá, nem tapadok, betartom a követési távolságot. Szép lassan leelőzzük. 150-ra ott nem büntetnek, mi? Nem hajtunk gyorsan, visszaindexelek a másik sávba. Az mókus! Merésztél a visszapillantó tükörbe és magadat láttad? Mindig magamat látom. Ezt a videót valamelyik nap láttam, hogy amikor azt mondod, na? Amikor benézek a tükörbe, általában magamat látom. Ez vicces. Én nem hajtok 150-nel, nem kockáztatom a Bobinak és a Kevinnek az életét. Kedves vagy. Hallod? Ő nem is Kevin. Keve. Ő Keve, bazd meg. Keve. Már elfelejtettem a nevét. Nem szabad ilyet.
Itt döcögnék 30 km per órával. 13 km per óra megengedett. Tessék. Hallod, az élet veszélyesebb lenne, mint hogy a 180-nal mennék. Ha itt döcögnék 30-al. Benzin kút! Nem, az? Majd mindjárt felolvassa. Donét jött csak... Jött egy donation? De azt nem fogom, mert az copyrightos. A donation? Majd amit kér. Maga a donation, ez egy copyrightos. Menő csávó 200-al döngetik. Mit találkozik? Daft Punk Da Funk mehet. Hát igen. De az copyrightos, ebből lebasznál. Elvált a Daft Punk. Sajnos. Én amúgy nem hallgattam annyira a Daft Punkot, engem nem viselt meg. Én néha, ami rám jött, így ráhallgattam, de úgy így nem hallgattam úgy nagyon. Kis grofót. A kikisdalt nyomjátok már. Hát most nem. És központi hatalom mindig jó utazásra. Központos újon. Ja. És központi hatalom. Szarvason voltatok már? Hát voltunk. Túró Rudis videónál voltunk szarvason. Kecskeméten is voltunk. Így már harmadszor. Szép hely azért Kecskemét. Hány pontot adsz rá 10-es skálán? Hát... kinézetre vagy hogy? Hát így összességében. Egy 8-as. 10/8, vagy 8/10. Igen. Én adok rá egy 7,5-öt. Jó volt a hangulat, csak sok volt itt a köcsök. A dombot nem is láttuk. Nem mentünk megnézni a dombot. Hát nem. 750 pont. Jó, emelem. Akkor szarral dobálózna. Abból rendez bábszínázat. A csaja beszól neki olyat Traver, mint a Yeti. Nevezik porckufír. A. Péter kompatibilis a földdel. Nem való neki a fétek. Hávozzuk a pegyhűt testét. Kész a malacpén. Hajdú Péter lomhajószág. Tudjanak meg éces rókák. Az állatszextől nincs undor, ő a kutyasságú destruktor. Random sírba teszi, más kapja a kopos, ja, koszorút. A. Péter lomhajószág. Mi a fasz? Hallod? Nem tudom a szöveget. Péntek Réka. Tag lett a csatornán. Wow. Azért erre nem számítottam így. Így csütörtökön. Így Dabas mellett az autópályán. Csütörtök este. Rékától. Hallgassunk már még egy kis Mr. Klaus-t inkább. Toljunk be egy újat, egy jó Mr. Klaus-t. Nincs sok száma. Akkor azt a keveset, ami van. Utána egy kis Gütyülgeng, és megvagyunk. És meg is vagyunk mára. Egy jó visszatértem, ami 8 éves. Gál Hunor, köszi a tagságot, hogy ott volt most. Hoppa, anyát, hogy levillog, azt a kurva. Apple, bazd meg. Ha megijedtem, a kis busz. Hallod? Keci, hát, hogy lehagyott a kis busz. Pedig 120-szal jövünk mi is. Ezt ő mennyivel mehet? 40-nel. Ez ennyire szar volt. Az minőség, ja.
is tag lett. Tagsági hullám, megtudták, hogy drágában szarnak a Kecskeméti plázában, azóta jönnek a tagok. Ugyanannyiért szarnak, mint amennyiért tagok. Nem, mert csak 199 forint. Hát igazából... Egy forint a olcsó. Kurva jó fej vagy. Köszi, te is jó fej vagy. Hát ezt a lagozatot elengedtem, nagyon rossz minőség. Hápon Péter lomhajószánk. Kuty-kurucs. Dugja. Gáhunor bekövetett engem is Instagramon. Gáhunor az most fedezett fel minket az utcán, vagy az utcán előbb követett, mint Instagramon. Ez hogy van? Mi? Gáhunor bekövetett Instagramon. Adott, most hatan bekövettek minket az utcán is. Ilyen még nem volt. Köszönjük a követést a Kecskeméti utcákon nektek. Köszi szépen mind a hat embernek, aki oda jött hozzánk. Végre lettek az életbe is követőink. Állod, erről teljesen eszembe jutott, mennyit cringe-eltem egy play-étem. Csak akkor még egy kisgyerekek jöttek oda. Igen, aztán a Minecraft szerverüket kell találni. A Bukit szervert. Lenne az utcán. Mi miért csinálni a kegyelem? Ha a Blahás is lenne négy követőd, mit mondanál? Te beszarnék, bazd meg. Hogy a Blahán, ott 100 forint a WC egyébként. Az Emporiumban, vagy mi az anyámban. Yeah, yeah, yeah. Drop the bass. Drop the bass, bitches. Yeah, yeah. Nagy Márton Beats Production. Köszi a 400-at, Pakulár Andrea. Kösz szépen. Köszi! Nem olvasta fel a szívemojit. A szívemojit nem olvasta fel a kis köcsök Google fordító. Nem. Ha elmegyünk együtt a Google fordító házához, bekopogunk, ez kés, torokoszt kész. Bekopogtak most a segemet. Jó napot, kedves Google fordító néni. Baszódj meg. Az fiat, hogy elsüvít majd mellettünk. 5, 4, 3, 2, 1. Süvít a szélben. Kukorikú, Huawei. Köszi szépen, a legjobb telefonmárka a világon. Huawei. Neked Huawei telefonod van? A. Világ. Márka. My. Ilyen vigyázós. Is. Skrillex. My. Name. Is. Mi a fasz van Skrillexen? Ezért. A dubsteppel mi lett? Az ott maradt 14-ben. Nem 12-ben? Hát én már nem tudom. Hol 120-szal megyek a strádán, 120-szal. Nem sietünk. Annál tovább tart a stream, minél lassabban megyek. Ez most a gondolat. Random cikkeket kontrollcíz neki. Nem, csak egy ember, de az nagyon sok ideje csinálja. Figyelmeztetés ott ki, így írja el az országot az etna kitörése. Hogy? Hallod, láva lesz Magyarországon? De azt tudod, hogy mi kell? Obszidián. Obszidián kaput. Építjük az obszidián kaput. Most laknék bazzeg egy vulkán mellett. Hallod? Mi van? Ezt még nem használták ki a Minecraftba? Mi a faszért nincsenek vulkánok a Minecraftba? Én sem tudom. Azt a kurva, ez kurva jó lenne. Minimum a Netherbe, de amúgy meg ez egy sima világban. Hallod, de ilyen kráterek, meg ilyen vulkánok kellene. Egy ilyen vulkános biom kellene a Minecraftba. Egy ilyen frissítés, amivel kiadnak egy ilyen vulkán biomot. De ez tudja, ritka lenne. De ez egy ritka biom lenne, de brutális. Ilyen gigantikus vulkán, ami tele van lávával, bazd meg. Ezt nem értem, miért nincs. Kurvára kéne egy ilyen vulkános biom. Csodálkozom, hogy ez nem jött még szóba, vagy nem? A Máté szerint lesz majd. Hát amúgy... Nem terveztek még ilyen vulkános biomot? Mert szerintem geci jó lenne.
Éppen stoppolok, megyek BP-re, megálltok, értem? Ez lehet, hogy valahol Sopron környékén van. Akkor nem. Oda megyünk, érted? Bárhol vagy, oda megyünk, érted? Jó, Mr. Jó viszik mindent oda Minecraft-ra, és azt mondta, majd lesz. De már gondoltak rá. Egyszer volt egy centi múlt, hogy elüssek a rókát. De végül bánya lettél. Bánya? Szavaim össze-vissza járnak. A gondolatait? 5 gram kokainon járnak? Kérhetek egy kis vizet? Persze. Most ittam meg az én teámot, de... Véletlen rímelve beszéltünk egy pár másodpercig egymással. Az tényleg csak véletlen. Előzés után kiérdemled. Jó. Leelőztem, fater. Ügyi. Köszönöm. Kedves vagy. Még 31 km Budapest. Hát az gyalog. Hallod, az gyalog egy óra. Legyalogoljuk. Köszönöm. Még egy kicsit iszom. Jó van. Amúgy ezért már csak 33 percünk van, és azzal kell érni. Az azt jelenti, hogy percenként egy kilométer minimum. Jó, amúgy az meg lesz. Egy perc, egy kilométer. Így kéne hozzáállni a dologhoz. Az egész... Az élethez így kell hozzáállni. Előbb mondtam ki, mint a Miss Sunshine, hogy 33... percetek maradt az érni, ennyit indexelni. Nyugalom. Visszatértünk. Hát nekik még csak most fog beindulni az F-ben. Már visszatértünk, statzerok. Visszatértünk már, és az internet is vár. Valahogy ébren kéne engem tartani, mert mindjárt bealszom, bazd meg. 30 percig, az már azért alak, hogy hazavezetsz 30 percig. Nagyon kicsit már homályosan látom. Ja, sötét van. Odaadjam a szemüvegem. Sötét van, ez biztos az én szemüvegem rajtam. Van egy régebbi, ugyanilyen. Most nem 120-szal megyünk, 123. Jó, az egy kicsit gyorsabb. 3 kilométerrel gyorsabb. Sallai vezessen. Jó, jó, jó. 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 Lariru! Lariru. Torime. Torime. Ez a slot. Ez az a mexikói slot. Latido, latido, Tori. Nem, ez egy zene. Ez egy zene. Nekem azt tetszik ebben a strádában, hogy olyan egyenes. Chill. Hogy így olyan, mint hogyha itt se lennék. Ezt, hogyha egy kicsit meganimálnánk, megeffektelnénk, ez Citexnek az intrója. Ez egy rend videó. Ha belegondolsz, mert megyünk, egy synthwave zenét beteszünk alá, akkor már egy Citex intro. Hallod, ha jövünk nappal még egyszer a strádán, benyomunk valami rólaszín effektet, és rendelünk. Hallod, ez egy új műfaj. Live. Vezetős rend. Azt a kurva vezetős rendeket kéne csinálni. Na, jó. Egy teljesen új műfaj. Mindig hozunk témát. Hozunk valami témát, és mindig kibeszéljük, miközben vezete. Nagyon jó. És megyünk valóban IRL streambe. Végtelen a lehetőség. Budapest centrum. Sétáló Budapest. Köszi szépen a donation, nagyon kedves. Köszi szépen Sallai telefonja a donétet. A Google térképen kaptunk egy donétet, ami ezt írta, mondta. Ja igen, eddig le volt némit, csak a zene miatt felhangosítottam, azt most beszélt. Az elágazásáért a csomag. Kussolj! Egy magyarul menj egyenesen, ugye, hogy shut the fuck up! You are just a cunt!
Shut the fuck up. Nagyon jó. Most megyünk a... Megyünk az M0-ásra, nem? Nem, nem az M5-ösre. M5-ös, M5. Jó, már agglomeráció, itt vagyunk Gyál, Alsó Némedi. Igen. Sallai egyenlő pesti pipi. Hát, legyen így. A villámlik. Ha annak is valljuk, akkor megbaszom. Sziasztok, mondta Varga Natasa. Szia. Mondta Sallai Márk. Itt van az Amondó, mondta Laura. Csonka. A Csonka pici Laura. Csonka András. Vágod, ő a Csonka pici. Vágom, nem Twitter. TikTok harcos. Hú. Végre újra városban vagyunk újra. A nagyvárosi élet. Ez egy kicsit olyan, mint hogy ilyen real life GTA, csak szemüvegesek vagyunk és csicskák. És nem csináltunk semmit. Csak semmit nem csináltunk. Csak száguldó autókon lepődünk meg. Igen. Azt a kurva, hogy megy. Nagyon száguld. Marci, olyan volt ez a közönség. Olyan volt ez a közönség találkozó, mint Herbi, csak a sör hiányzott. Ez nem volt közönség találkozó. Hát, akkor mi volt? Semmi. Ez egy stream snipe. Élőben le stream snipe voltak ennyien. De jó volt amúgy szerintem. Én nem szerveznék ilyet tudatosan. A Beke Zsolt szervezte nekünk. Beke Zsolt, értem az egész. Baráti találkozó volt, azt mondja a Beke Zsolt. Ez volt. Hát az meg. A Beke Zsolt találkozott a szomszédaival konkrétan. Budapest tábla, Budapest tábla. Végül is találkozott a közönség. Egymással. Füst szag áramlik. Hallod, nem mertek adót csalni. Lol. Ennyi a komment. Én nem tudok, mert ma készült el az év, a adóbevalláson, minden forint benne van. Rihihi. Amúgy nem ma készült, csak ma néztem meg, hogy kész van-e. Kész. Zséd a vréd. Nem. Hallod, ne. Nem történt meg. Csak egy hashtag zséd a nevű ember írta be. Na most valamit a Beke Zsolt fog írni. Hallod, nem merek. Ezt írta. Hogy állsz a költözéssel? Kész vagyok, és kész az internet is, szóval majd még videók is vártok jövő héten. És mikor lesz a főzős live nálad? Nem tudom még. A vacsora csata második része. Mert jövő héten ugye forgatok meg ilyenek, szóval nem tudom. Meg te is forgatsz, szóval ja. Még kalkulálunk. Hétvégén ráére. Osztunk, szorzunk, azt majd megbeszéljük. Megnézzük, mi merre, hány méter? Persze, ne viccelj. Lássuk, mi merre, hány méter, rá kell érni. Jaj, geca, gyertek már vissza, nem csináltunk közös képet, elfelejtettem. Jó ötlet. Írja Beke Zsolt. Ezért nem, nincs egy 12 órás lejó, amiből kiszkrésat adsz bármit. Tag vagy ember, nézd vissza. Nagyon szeretnek. Sallai, celeb vagy. Fogadd el, hogy egy celeb vagy. Mert? Hát, mert el kéne fogadnod lassan ezt. Mikor lesz Bartossa a közös videós Sallai? Nem lesz. Ki vezet? Ki nem? Tényleg megvan a menüt, hogy mit fogsz csinálni nekünk? Nem, nincsen még. De vannak ötleteid? Ötleteim vannak. Ennyi. Sallai egy ételfutár. Bocs, én nem nézhetem a csetet. Most jut eszembe. Nem szabadna. Csak írod, Ádám, pesti pipi. Ez most én, nekem szóltál. De hogy nekem azt tetszett ebben nagyon, hogy így láttam a realizálást. Sallai Márk, pesti pipi. Pesti pipi. Nagy, pesti pipi nagykövet vagyok. De amúgy a pesti pipi videót, tehát amikor az Apple-el nem beszéltünk, de ő kommentelte nekem. De azon kívül is eszembe volt, hogy majd csináljuk. Ő? Aha. Aki itt volt? A Mr. Apple kommentelte Mr. Apple kommentelt a pesti pipi. Igen, először így.
És így jön az. Nem volt soha 200 ezer felett a feliratkozó számom. Azért most az történt, hogy valaki egyszer vásárolt nekem 4-5 ezer bot követőt, ezért most nagyjából így egálban van, amennyi új követő van és amennyi elmegy. Szóval 4 ezer kamu. Tehát alapból nincs is annyi feliratkozója a csatornának, mint amennyit láttok. Marci, erre tudod mi a válasz? Kamu feliratkozók megeszik a gecibet. Lájkéhes influencerek megeszik a gecibet. Internet trollok megeszik a gecibet. Szóval alapból nincs ennyi feliratkozója a csatornának, mint amennyit láttok. Kommentelők, Sallainak mi a munkája? Hát most jelenleg az evés. De nincs róla papírod. Szavétem van hozzá. Miért nincs több feliratkozód? Ez milyen kérdés? Provokatív jellegű. Ez provokatív? Na. Hát igazából nem nagyon számít, hogy mennyi a feliratkozó szám, mert hogyha megnézitek, akkor Sallai Márk, aki itt ül mellettem, 21 000 követővel nagyobb, kb. Nagyobb megtekintéseket tud elérni a csatornáján, mint csomó ember 200-300 ezer feliratkozóval. Szóval nem nagyon számít a feliratkozó szám. 79 ezer van a kólás videón. Ja. Ja, pardon. Ez még egy pár éve számított maximum, de most már nem az alapján dől el egy videónak a nézettség, hogy hány feliratkozód van. Alapból nem küld értesítést a feliratkozóidnak a 80-90%-ának a YouTube. És a nézők 70%-a nincs feliratkozó. Én ha most csinálnék egy új csatornát, és csak azok iratkoznának fel, akik aktívan követnek, akkor ugyanott tartanék, mint most ezzel a 183 ezer feliratkozóval, ami a csatornámon van. Egy az egyben ugyanott tartanék. Milyen kocsival mentek? Egy Teslával megyünk. Jól bírja egyébként, még azt írja, van benne 50 km. Ez egy powerbankről megy egyébként. Ja. Rákötöttünk 8 powerbanket a Teslára, aztán azt hajtja. Igen, igen. Meg láttátok az Ébeke Zsoltán azt a számítógépet, az a szerver, azzal programoztuk be az utat. Jó kis Tesla. Vicces ember ez a Sallai. Köszönöm szépen. Én egy vicces ember. Konstatálták. Vicces vagyok. Lecsokolbász, rugós. Rugós, lecsokolbász. Hallod? Leelőz a busz. Nem látták, Jugi. Nem történt meg. Temibe leelőz a busz. Bazd meg. Abusz.hu. Abusz. Maga Abusz. Azt a kurva, hallod? Mindjárt bealszom. Hol nyomjuk ki? Ezért vissza kell menni a Tesco parkolóba. Nem kell oda vissza, vagy leparkolok valahol, és akkor kiköszönünk, mert visszaértünk közben Budapestre csak én. Igen, hát itt előbb láttátok az IKEA, meg nem ilyenek. Szabad fáradtan vezetni, gyerekek. Nem. Tehát ez nagyon veszélyes. Veszélyes dolog, fáradtam. Veszélyes út. Nem javaslom. Amin jársz. Veszélyes út. Amin járok. Egyszer te is hazatalálsz. Egyszer én is hazatalálok. Csillagok! Csillagok! Mondjátok el nekem! Már nem az autópálya részen vagyunk, azért tudod leelőzni. Nincsenek halálfélelmeid Sallai Marci mellett? Nincsenek. Néha ráfog a faszomra, de amúgy semmi. De attól nem nincs. Fogsz meghalni. Hát rászorítasz. És elszorítom a vérkeringésedet a faszodon keresztül. Igen, hallod? Ez valami belement a szemembe. Nem most. Nem látok, elment a látásom. Hova? Hát valóban picsába. Hát meg ott volt a homlokodon. Ja, akkor visszateszem. A szemüveget általi homlok. Így azért ráérünk akargatni és a szemet. 60-nál megyünk, döcögünk. Amúgy azért 40 van és Budapesten vagyunk, csak mond. De rövidítettük ezt az egy órát. Kinyomom a GPS-t. GPS. Aj, döcögős úton nem lehet kommenteket olvasni. Mikor értek Kecskemétre? Mindjárt ott leszünk. Ha hang átvenni a volán Sallai. Hát fia, a volán busz az azért egy kiforrott cég. Nem akarok így belekontárkodni a működésében. Szerintem amúgy tudnád vezetni. Igen. Tehát az egész céget simán. Simán. Persze. Ilyen kvalitású fiatal, mint te? Fia, lehet, hogy amúgy már automatikusan, tehát hogy be van így
Tehát így, hogyha én lennék a vezető, akkor nem kért semmit. Kocra, kocra visszaértünk. Tökéletes. Kiváló. Kiváló. Remek. Patent. Patika. Patika. Pöpec. Cool. Állat. Atom. Zsírkirály. Atom. Zsírkirály. Atom. Hallod, ezek most mesteremcés rangok, amiket sorolunk. Hey, abba. Nem megy ugyanaz. Most jó. Na, abba a Mekibe elvett a Beke. Onnan lehet ismerni azt a Mekit, hogy ott elvett a Beke. Erről híres. Itt tettünk mi is McNuggets-et, emlékszel? Tényleg itt volt. Az is itt volt, nem csak a Beke vett itt. Beke vett, Beke belezett a Beke. Visszaértünk Budapestre. Egyébként azért történt ez, megmutassuk, hogy nem kell sokat készülni egy belföldi utazásra. El lehet indulni 5-kor, és vissza lehet érni 8-ra, ha nem csináltok semmit, és csak egy picit szálltok ki az autóból. És délbe keltek. És délbe keltek, tehát hogy nem is kell amúgy túlságosan így idő szempontjából sokat ráfordítani egy ilyen utazásra. Le lehet menni Egerbe úgy, hogy közben vissza is érsz. Odaérsz és rögtön vissza. És még nem is fogyott, hallod? Egy kilométernyi benzin se fogyott a kocsiból. Hát Donét visszatöltötte. Nem volt, nem fogyott. Egyszerűen Kecskemét felé nem fogy a benzin, azt vettem észre. Ez már régebben is észrevette, hogy valamiért itt nem ég el, úgy. Nem égeti? Nem. Hát Tesla, bazd meg, nem égeti a benzint. Powerbank tölti vissza. Tehát el lehet menni, el lehet kezdeni kirándulni, ezt akarom mondani. Balázs. Lehet kezdeni kirándulni, el lehet kezdeni. Hullám idején ne buzdítsd a népet. De nem kell, mehetnek a mezőre is, nem kell emberek közé menni. Utazgatás? Nem utazgatni, csak el lehet kezdeni kirándulni be a természetbe, ugye mit csináltuk. Balázs. Kezdjétek el, azt utána titeket is követni fognak 20-an. Igen. Ha? Hát te Balázs, neked sokkal több követőd van Facebookon. Kimennek az erdőbe, social media platform. Kimennek az erdőbe, a mezőre, aztán ott el vannak, mint a befőtt. Érdekes. Nem kell ez érintkezni másokkal. Én se érintkezek. Hozzám érsz, és már ismersz is. Amúgy mostantól mindenki úgy jön oda hozzám élőbe ilyen stream snipe-olni, hogy aki cigizik, azt le fogom húzni cigivel, bazd meg. Komolyan mondom. Lehúzok mindenkit a gecibe cigivel. Aki oda jön hozzám. Mondd be így a kedvenc dolgaidat, hogy mit vársz el az nézőt. Mit hozhatnánk? Visszaértünk, geci. Itt vagyunk a Népligetnél. Visszaértünk. Ez jó. Legyen a streamek alatt egy ilyen listád, amik így olcsóbbak és szereted. Jó, oké. Okay. Ajándékokkal lássanak el. Ha van kedvük, hozzam. Bármi jó nekem, érted? Egy kis tökmag, szotyi, mandula. Szarvas gombás tökmagolaj. Nagyon finom, nagyon finom. Egy 4000 forintos fánk. 300 csekoronáért. Blahán nem örültünk volna. És ha valaki nem zigizik, olyan nincs. Azt is lehúzom a gecibe. Üzemanyagra, megbírságra. Köszi szépen, Patrik, az ezrest. Amúgy ti hol láttátok, hogy minket megbírsároltak, hogy már mi volt a megy ez a bíróság? Figyelj, arra küldte, megvárjuk, hogy legyen egy bírság. Az erdőben őszkakával érintkezhetsz. Köszi, köcsög láda, jó fej vagy. Köszönjük a tippet. Ez ilyen Bear Grylls-es. Meg az előző... Megbaszhatod az őszkakát. Ha akarod, jó megbaszhatod. Fej. Jó fejek vagytok. Hallod, ezt az 1000 forintot elteszem, és hogyha lesz valami bírság, kifizetem belőle. 1000 forintos bírság. Igen. Mindjárt 8 óra. Hát igen, de már itt vagyunk. Vissza is értünk, már Pesten vagyunk. Innentől kezdve mi sérthetetlenek vagyunk. A deákon kinyomjuk. Odáig nem. Nem tudom, hol tudsz itt megállni amúgy. Itt az út közepén megállok. Ja, mindjárt. Leállok, mondom, streamelek, megállok egy kicsit. Szerintem az nem zavar senkit. Nem. Főleg itt a sárgánál, ami zöld. Jó ez a Pest. Azt kell mondjam, gyerekek. Én csak ennyit mondok, pesti pipi. Kicsit itt Pesten már más a közlekedés. Nem annyira egyszerű. Jó ez a Pest. Jó ez. Pest. Jó ez, gyerekek, jó ez a Pest. Annyit mondok, Heimpál gyermekkórház, második bejárat. Első bejárat. Ennyit mondok. Hát akkor most szavazzatok, hogy meg fog-e baszni minket rendőr. Én arra szavazok, hogy nem. Én is.
Tehát most amúgy még brutál forgalom van, csak meg mondom. 8 óra 10 perckor nem kezdenek el instant bírságolni szerintem. Lehet, hogy tényleg senki nem volt kint az utcákon az elmúlt 2-3 hónapban. Én voltam. De akik nézik, azok közül. De ez azért nem így működik. Igen. Hogy 8 óra 5 perckor kint vagy, és akkor jön egy rendőr egy bírsággal a kezébe, hogy hello, jó napot, 50 ezer forint lesz néni, vagy bácsi. Azért ez nem így működik. Azért van egy kis egérút, 1-2 óra. Meg amúgy sem geci. Meg amúgy is amúgy emberek geci. Járnak dolgozni. De amúgy sem gecik, érted? Igen. Szóval, hogyha esetleg bármi olyan lenne, nem gecik, nem akarnak mindenképp megbüntetni téged 50-60-100 ezer forintokra, hogyha esetleg meg tudod indokolni. Ha de visszogatnánk, akkor biztos megbasztanak, de az korrekt. Mi elvittük, Kecskemétre a Beke Zsoltot. Én azt gondolom, hogy ez elég indok. Én most dolgozom, ez meg a másik. Ez most, ez most nekem a munkám. Nekem is az, hogy tartom ezt a vizet. Meg elkezdnék zabálni, amikor meglátnak a rendőrök is, de nekem ez a munkám. És igazat mondanál. Igen. Nem vagyunk messze, már Pesten vagyunk. Mindjárt leparkolok valahol és lenyomom a streamet. Itt a buszsáv közepén. Csak most pont itt az ülőin vagyunk, itt nem lehet lenyomni a streamet. Amit le lehetne, csak... De az olyan személytelen. Igen, igen, szeretnék kiköszönni úgy, mint egy család lenni. Nagy ölelés, meg minden, ami... De most elmentünk a rokonokhoz, meglátogattuk őket Kecskeméten. Egy ilyen Szabélyest Ósanos koncertre hasonlított a dolog. De jól éreztem magam. Elfáradtam, piros lámpa, nem hajtunk bele, jó? Ő belehajt. Nézd oda, bemegy a pirosba, mit csinálsz, BMW-s? Ez is BMW-s volt. Eddig jutott. Ez ma a második BMW-s, aki szabályszeg. A kutyus. Ezt a kutyát mutatom. Nem fog látszódni. A kutya? Ott van. Ott a kutya. Sétafikál. 8 órakor. Hát de ő mehet 8 óra után is kutyával. Azaz. Hallod izért, nem akarjuk hozni a kutyádat? Hallod, verseny! Ez verseny volt, bazd meg! Lemaradtunk az utcai verseny. Ez verseny de volt. Újabb. Na nézd, ezért sietett. Most, hallod? Most verseny. Verseny a Skodásra. Lehagyom, bazd meg. Fé, le fogom hagyni. Kutyával megy haza. Igen. Hallod? Ez most rám nézett. Telibe rám nézett. Telibe rám nézett. Ez most mi lesz? Utcai verseny? Para. Telibe rám nézett a csávó. De van mellette egy csaj is, tehát ő... Az élvezi, biztos nedvesedik. Nedves. Azt figyeld, bazd meg! A kurva életbe! És ott a piros... Ott, hallod? Telibe tökéletesen időzítette. Ott meg megállhat. Hogy meghúzta? Hogy meghúzatta? Ez egy Apple-féle. Azért ez durva volt. Jól megy az a Skoda, valljuk be őszintén. Na, majdnem megnyertem. Hallod a busz milyen közel volt? Jézus úristen. Miért megy a buszra? Hát nagyfater kocsijával vagyok. Én nem száguldozok így össze-vissza. Nem azért van ez a kocsim, hogy csajozzak vele. Nem is nagyon lehetne. Hallod, én itt bekanyarodok. Jó. Bevegyünk a 4-es-6-osra. A Szala Isti akart versenyezni. Na itt valahol megpróbok leparkolni, hogy elköszönjünk proper. Mr. Proper. Most már nagyon belváros, azt a kurva. Hát ez körút. A körút, körút, körút. Ilyen dal nincs. Még. Itt fogunk elköszönni. Rendben. Itt fogunk elköszönni. Megálltam. Taxi drott. Srácok, visszaértünk Budapestre. Tökéletes időpontban, tökéletesen kikalkulálva. Mennyi az idő? Hogy kell ezt fel? Mennyi az idő? Ugye, hát ne 50 van, 19.50. 19.50, tökéletes. Hát ilyen 8 óra 5 körül már ott. Így számoltuk, ma. Tökéletes. Nem, én így számoltam, hogy... És tökéletes időzítés arra, hogy berédeljük a Bobit. Messi, ott is told van. Be a linket, ahányszor csak tudod. Bobi réd van most. Ma 20-kor. De lehet, mi nem kezdte. Maradj még, nem, megyek haza, kipihenem ezt a napot. Életem első ilyen élménye, az nem igaz. De 5 év de alatt. Az elmúlt 2 év első élmény. Az elmúlt 2 év ilyen élménye, hogy így az utcán egy ilyen flashmob-szerű dolog alakult ki. Ez már flashmob? Ez már az.
kettőtől az. Két személytől már flashmob. És akkor hárman indultunk, tehát az már 20, egy flashmob. 20-tól már falu? Egy már falu vagyunk. Ha. Na jó van. Jól éreztem magam. Te hogy érezted? Jó. Jól. Jó? Kicsit fáradt vagyok, de gondolom te is. Ah, kurva fáradt vagyok. Kurvára elfáradtam. De jó volt. Bobby néha strihel. Jó éjszakát, Hunor. Jó éjszakát, Gyula. Sziasztok. Sziasztok mindenkinek. Szeretünk titeket. Pesti pipi. Pesti pipi és Amondó. Sziasztok, Pesti pipi és Amondó. Istenem, bozd. Köszönöm a donétet mindenki nevében. A Beke Zsolt nevében is. Igen, köszönöm szépen a Beke Zsoltnak küldött donationöket. Arra fogom, ígérem nektek, hogy arra fogom költeni a pénzt, hogy megalapítsam a Beke Zsolt alapítványt. És akkor már oda tudjátok és küldeni. És az alapítványnak szeretnénk egy székhelyet itt a körúton, arra kéne, felújításra kéne pénz még, vagy bérlésre? Beke Zsoltnak amúgy lesz saját GoFundMe oldala, csak mondom. Úgyhogy majd oda lehet küldeni a pénzt, hogyha szeretnétek támogatni. Betesszük a 27 kell a Bekének. Tudod miből lesz? 27 kula. Az lesz maximum. 27 kakaós csiga? Kakaós csiga. Veszek neki 27 kakaós csigát. 27 kuki. Mondjak még K-betűs szavakat? Nehéz beszerezni. 27. Karfiol. Na jó, szerintem ez már túlzás. Legyen ez a végszó. Ez már túlzás volt. A karfiol az már szerintem erős volt. Srácok, pihenjük ki magunkat. 27 rántott kakaós csigát. Pihenjük ki magunkat együtt, és mindenki érjen haza 8-ra. Ez a mai nap üzenete. Holnap Tali. Sziasztok. Sziasztok. Karfiol. De gonosz. Ez gonosz. Bocs. Semmi gond. Pesti pipi. Bajszos youtuber. Amondó.